Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt 15 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Jani! Hát, szevasztok! Hello, Feri! Hello! Hello! Minden drága hallgatónak egészen késő 6:45-kor érkezünk. De hát ez nem baj, mert ez azt jelenti, tudjátok, hogy dübörög a rádió. Vannak reklámok, itt tudunk lenni mi is. Ez nagyon jó. Gyerekek, hát láttátok, ahogy szoktam volt mondani, azt a fényes valamit fönn az égen? Fura volt, aha, nem? Nagyon furcsa volt. Még hő is jött belőle. Hát ez az ember nem is tudta hirtelen hova tenni. Hogy besötétítettük az ablakokat, a gyerekek csak úgy mentek, hogy befogták a szemüket. Igen, bekormoztatok neki két üveg darabot. Olyan voltam, mint egy ilyen vámpír. Kimentem, és így füstölni kezdtem. Igen. Sercegni kezdtem, és visszamenekültem a sötétben. Nem értettem. A vég. Nem értettem. Igazából azért nincs most napból annyira hiányérzetem. Mármint, hogy azért nem bánom azt, hogy annyira nem volt nap, mert nézegetem. Nem ízót cseréltetek a nappalibbe. Nézegetem ott az időjárás, amiről ugye még nagyon keveset beszéltünk, hogy hova megyünk. De hogy gyerekek, ott már, most már árnyékban 37, úgyhogy még november közepéig van időm megszeretni a napot, úgyhogy most... Csökken a november felé ott a hőmérséklet. Emelkedik. Emelkedik. Most 37? Aha, emelkedik. Nem. Folyamatosan 35-37. Most már így ott a napocska. Úgyhogy nem... Azon gondolkozom, hogy nem is baj, ha most annyit nem vagyok napon. Mert hogy ott még azért majd, hogy leszünk még. Nem ilyen. Fogunk fázni. 4-4,5 hónapot, nem többet igazából, amennyit kint töltünk, egy másfél-két évet, amit ott vagyunk. Spájzolhatunk D-vitaminból. Igen, úgyhogy ott egészen jó az időjárás. Ajánlom nektek, hogy állítsátok be a telefonotokon azt a helyet, amit ugyanis még nem mondhatunk, mert hogy jelzi a kis időjárás, és tudod nézni, hogy... Cudár. De este ott azért cudár. Nincs beírva, hogy felhőzet valaha is lesz, ugye? Tehát nem nagyon van felhőzet. Ugyanabban a sávban van viszont, mint ahol mi vagyunk, aha, ami azt jelenti, hogy 6 órától sötét van, vagy 6:30-tól, egészen fura módon. De hogy közben nappal nagyon meleg van, aha, csak hamar besötétedik, tehát nem... És akkor -10 a hőmérséklet. És akkor viszont ilyen -10, -12 fok van, és jönnek az állatok sötétben. Viszont itt nálunk felénk egy picit kisebbek a macskaféle ragadozók. Igen. Ott nem annyira. Viszont jó az idő, gyerekek, és ez mindig jó. Ez kiváló. Ez kiváló. Volt valami szabadtéri program valakinek? Mentetek valahova? Hát, várjál csak, tegnap nem. Ugye szokni kellett még, nem. Hogy hirtelen, hogy kedvéből kistötten a figyelmet, mert nem mert elhinni. Hát nem indulok el, meg gondolom újra esik, de nem. Bringázni jó a városban, továbbra is kitartok, hogy tegnap délután mentem egy rövidke kört. Ismételten lekerült, aminek le kellett kerülnie. Ez a 20 fok, ez már nagyon csalogatja a lányokat. Ma 25 lesz, úgyhogy mindenkinek teraszra ülni, és biciklizni, és sétálni, ilyeneket kell tenni, ha ráér. Nem a teraszon. Tehát, hogy ezt a három tevékenységet nyugodtan külön választhatják. A sétát, a kerékpározás és a teraszra ülés. 3 négyzetméteren. Bár az is jó, egyszerre csinálják ezt egyébként, igen. Mit hoztál? Ó, mi az? De kis fincsi, zapkásában nem áll. Ma reggel. Már te is. De jó. Tudod, hogy mennyi energia van bennem? Nagyon lassan felszívódó szénhidrátokat tartalmaz, nagyon egészséges. Végig takarítja a bérrendszert. De ezt most megeszed, és akkor futsz hónapig? Zapkása. De hogy tudj zapkását eszel? Hát viccelsz. Hát trendeket indítasz el, és én ezekbe a trendekbe beszállok, és komolyan gondoltam már, na végre megkóstolom, megcsinálom, én is tegnap este odaálltam a tűzhely mellé, aztán dobtam belőle, nem úgy eszed, mint én. Igen, a biztonságkedőt behoztam rögtön egy másik poharat, amiben majd saját magamnak is szedhetek a zapkásából. De mit csinálta, megpirítottad? Nem, rendesen lefőztem. Én nem szeretem ezeket a nyersen összekevert dolgokat, vagy nem feltétlenül. Szerintem a zapkás az úgy jó, hogyha megvan főzve, úgyhogy adtam neki egy kis kókusztejet, egy kis kókuszelszereket, egy pici kis fahéjat, mézet, és így sikerült. Eddig tiszteltelek ezzel a vegetáriánus életmóddal, és így elnéztem reggel, ahogy kicsomagolod a sztaniol papírból a kis dolgaidat, de hogy most már te is ezt a mackot eszed. Na, jó van. A mester lecsekkolta, ha jó, akkor fogyasszunk egészséggel. Megpirítod a zabot kicsit? Nem. Itt abszolút nem pirítottam meg. Megpiríthattam volna. Ez egy következő fejlődési fokozat, aha, de tényleg úgy történt, hogy vettem egy kis kókusztejet, és azt mondja, hogy 2:1 arányban, mert szerintem ez az ideális, meg több helyen olvastam, hogy ezt szeretik sokan. Egy rész zab, két rész folyadék. Én mondom kókusztejet, kis kókuszreszelék bele, kis csipetnyi
fahéjacska, és akkor egy kanál méz, és kész. Ja, és hagytad állni? Nem. Felforraltam. Ja, és ezt felfőztem. Felforraltam, és egy 5 perc alatt megvan. Aha. És utána pedig szépen hagytam állni. Szedjél már neki abba a csuporba, nézd meg, az hogy az enyém, a kisebbik az egy. Pont ma gondoltam, hogy napok óta nem ettem zabot, bementem csekkolni, hogy megvan-e. Úgy hoztam. Ott volt, megnéztem, úgyhogy gondoltam, hogy nem tudtam, hogy a Jani csinál. Tessék? Nem hiányzott belőle. Hát azt tudod, senki? Én nem nézem, hogy másfél-két kiót kivesz belőle, nekem fel se tűnik. Aha, tehát, jó, mert picit jár neked belőle, mert hogy ilyetből vettem. Mondom, én ezért nem fogok venni. Meg még így is tartozol a túra Rudik miatt, úgyhogy az egészet el kellett hallani. Úgyhogy nekem ez nem tűnik fel. Ha ma elvinnéd az íróasztalomat, akkor is leülnék a helyére, és kicsit fura lenne, hogy... De alacsony. Érdekes ez, hogy máshogy nézett ki, de hogy nekem ezek úgy nagyon nem tűnnek föl. Az abomat használtad, az eredeti német zabot, amit kaptunk? A kicsit, ami ott volt egy kis celofán zacskóban, van, ami kicsi, már igen. Régóta ott lakott, kiválogattam belőle a zsizsikek. A molyokat, az elhalt a bábokat, pajorokat és minden bogarat, ami beleköltözött. Na. Gyerekek, jó kaja ez. Pont már jöttem úgy be, mondom, hogy vagy két esélyem van, vagy hoztál esetleg reggelit, ránéztem az asztalra, szomorúan konstatáltam, nem. Mondom, akkor fél hétkor megyek zabot csinálni, és direkt bementem oda megnézni, hogy megvan-e. De nem láttam, hogy egy másfél-két kiló jelzik belőle, tehát ezt én nem vettem. Ez emberes adag, úgyhogy ez elég lesz szerintem mind a kettőnknek. Úgyhogy nincsen ezzel szerintem semmi gond. Picit, múltkor kérdezted, hogy ugye téma volt itt a műsorban, hogy mik azok a szokások, amiket átvettünk egymástól. Nem feltétlenül vettünk át szokásokat, viszont a megérzések azért. Valaki hozni fog reggelit, gondolta Balázs, és lőn. De egyébként te hogy veszed rá magad? Hát hónapokig undorodtál ettől. Tehát nem, néztétek az... ketten, és azt mondtad, hogy Jézus Isten. Nem azért, a Janiban kis benne van ez a zabvonal. Ebben a formában nem igaz a dolog, nagyon régen nem ettem már zabot. Tehát, hogy azért volt egy nekünk is egy ilyen műzlis időszakunk, meg egy úgynevezett szépség és egészség őrlemény időszakunk a nejemmel, amikor rengeteg ilyet fogyasztottunk, és az is ilyen zab alapú termék volt. Hát szebb is lett, én nem. Igen, azt akartam kérdezni, hogy ez hogy van, hogy egyik őt, hogy 50%-ban bejött. Nálam mind a két szektor hatott a szépség, egészség, nálad hát, mert ha hallod, én csak szabáltam két pofára, de hogy így. Meg a középiskolási időszakomban volt egy olyan, amikor nálam csere alap volt a szendvics, mert az egyik atléta barátom, aki középfeltáv futó volt, rendszeresen zapkását fogyasztott reggelenként, az édesanyja mindig azt készített neki, viszont ő egy idő után megcsömörlött ezektől, és elcserélt az én szendóimra. És akkor én ezt nagyon szerettem. De tehát, hogy nem szerette jó az volt. Anyukája, hogy minden reggel zapkását adott neki? Hát... Vagy a hosszú távfutás. Ő is tudta, hogy lassan felszívódó szénhidrátról van szó, és így akkor a gyerek nem fog hazamenni ebédelni, hogy talán még vacsorát megúszta egy ilyen bográcsnyival. Úgyhogy, de köszönöm, hogy újra felfedezhette. Figyelj, ami az asztalomon van, az a tiétek is. Bármi, ha él, ha nem él, ha penészes, ha jó, ha nem jó, amit az asztalomon találtak, gyerekek, az minden a tiétek, de tényleg finom egyébként. Pikpak meg lehetett csinálni, és szerintem rendben van. Igen, valaki animált téged is elvesztette. Már két embernek gyerekek, van ennyi, hát valaki heteken keresztül eszik valamit, előbb-utóbb a másik is elkezdi csinálni, futni, zabotenni. Sajnos ez az együttélés egyik nagy átka, hogy átveszel akarva akaratlanul dolgokat. Nem? Hát gondolta volna valaki a Feriről fél évvel ezelőtt, hogy futni fog, érted? Hát együtt harcoltunk a futók ellen, a barikádon. Testvérem voltál. Én már belül vagyok. És te átálltál, érted? Váratlanul rám támadtál a barikádon. Egy futómagazinban láttam vele interjút. Hátba szúrtál. Nem ért már senki. Tehát, hogy így ott hagytál a barikádon is, és átugrottál a futókhoz, és már te is a barikádot támadod a többi van futóval. Egy oldal. Se fogok enni, zabot soha. Van még egy oldal. Úristen, labzártam, mit csináljuk? Ilyen, de kis a Rákóczi, pont elfér. Igen, van még ideje, pont tud interjút adni. Na mindegy, szóval, igen, hát látod, te zabot eszel, futni kezdesz. Szóval, ez sajnos, hát napi 4-5 órát töltünk együtt, gyerekek, hát ennek ez a... Van jó és rossz oldala is. 5 év után inkább már csak rossz, de hogy... Igen, de még egy-két pozitív dolgot át tudunk egymástól venni. Hát már egy-két kanázabnak is örülni tudunk emel. Ennyi tulajdonképpen, igen. Tegnap izab vagy mai? Tegnap lefőzted? Tegnap este. Tegnap izabot etett a Balázsra. Jó, az nekem gyerekek. Én a nyerzabhoz vagyok hozzászokva. Nagyon gyorsan el lehet készíteni, tehát hogy akár ma reggel is megcsináltam volna, de hát azért tudjuk, hogy ez a 4-5 perc plusz az inkább alvással kellene, hogy teljen ilyenkor reggel, mert hogy az ember azért nehezen veszi rá magát arra, hogy ott akkor bincsizzen ott a tűzhelynél.
álmosan, úgyhogy inkább tegnap este már lefőztem. Figyeljetek, hallottam, hogy lovagolni fogok a héten. Aha, ti erről esetleg tudtok valamit, mert hogy én még soha nem lovagoltam, illetve egyszer felültem ugye még a mesére, a Balázs egykori paciára, aztán az kicsit csak félelmetes érzés volt. Hogy a szörny azt a lovat, olyan magasság nincs. Az én nagyon mentem létrával. Igen, igen, a trójai falu fel akkora volt, mint ő. De hogy ezt, erről ti tudtok esetleg bármit is? Mert hogy én hallották a rádióval, és mondták, hogy gratulálnak, hogy már ezen a téren is, és hogy lassan ők tusázhatok. Hát ez az én kis meglepetésem a pénteki kitepülésre. Nagyon aranyosak vagyok, köszönöm szépen. Szerdán, tudod, az értekezlet, lemondták, hogy akkor a zenét vegyük elő, meg a mézet a laptopba, meg minden, jó, mondom, ezeket elővetünk, nem mondom, akkor megyünk ugye ebbe a Sárvári Majorba, még gyönyörű hely egyébként, tényleg nagyon szép. Ki akar lóga, Jani, ki fog kocsit hajtani, Feri? Parancsos, nem, azt nem fogsz, semmit. Csak mondom. Két ültesi föl óra, Janit, Feri, ki hozza ki a patkolyolóan, Jani, Feri, ezt toltam. Hát köszönöm. Jó lesz, kis lovaglás, kis biztos fogadhajtás, kis ez, kis az. De nem kötelező, tehát bármit csinált bárki, tehát nincs ez így leosztva. Tegnap felhívtak a promóciós osztály, és megkérdezték, hogy mekkora lovagló csizma kell nekem. Hát mondom, sok mindent hordtam már, a lovagló csizmát még nem, gumicsizmában, veszkó csizmában nagyon otthon vagyok, de szerintem, hát mit tudom én, 41-es, de mélyen. Hát mert hogy lovagolni fogsz, János? Hát mondom, jó van, akkor ti többet tudtok róla, mint én magamról. Most az, hogy engem is fölhívtak, hogy mekkora lovagló csizmát és nadrágot hordok, akkor mindketten lehet, hogy egy versenyt fogunk csapatni Sárváron. Bízzátok ide, jó lesz. De én intéztem, szeretni fogja. De aljasság emögött, ami mondanám, hogy kellemes meglepetés, de nem. De meglepetés, de hogy mellette esetleg valami aljasság, foggal herélés. Bárhogy téged fogad ugye kiherélni. Nem, ugye nem terveztek semmi mást. Nem, az nincs benne. Én egy ilyen malacó lovaglást még gondoltam, hogy ki tudja, üld meg a malacot. Nagyon szép népi sportág. Szerintem, üld meg a malacot. Egy 200-300 kilós jószágot. Igen, egy ilyen nagy kandisznót. Nagyot csak? Az nagyot. Hát az visz. Ott nincs hát mese, vagy, még vagy, engem is. Vagy a másik opció a búgasd a kant. Igen, búgasd a kant, igen. Ez a Vadkert Magyar, ugye pénteken ott vagyunk. Nagyon szép kis helyem. És hát ott érnek majd bennünket ezek a kalandok. Illetve hát pontosabban én reggelizem, és na, nézem a igazőek stúdióba. Állítólag nekem kell egy vargányos rántot, tehát csinálom a számodra, amíg te reggelizel, addig mi lovaglunk. Világos. Megcselek is reggelit nekünk. Hajrá, eszen. Feri, hajrá, Jani! Zöld teát legyen is. Hajrá! Kicsit több mézzel, hajrá! Kicsit szorosabban fog, mindegy, most már ne fog se, hogy igen, sarkadat lefele, ne hagyd a francba, nem érdekes. Mindegy, nem érdekes. Akasszátok ki a kengyelből a lábát! Igen, húzza maga után. Kopik rajta a kabát! Igen. Jó lesz. Ez a pénteki kitelepülésünk lesz ebben a kis majorban. Na, hogy állunk játékkal? Nagyon jó a kérdés. Egy-egy. Egy-egy? Igen. Ó, ez szorosnak ígérkezik. Szorosnak ígérkezik. Egy-egy hétfőn én játszottam a 11 éves kis hölgyel, az szépen kiúztuk az egy percet, tegnap meg Jani szólított a sarokba a játékos. Igen. Hoppá. Nagyon kemény kérdés volt. Előhúztam a Jolly Jokereme, a csöcsöket. Az mindig. Jól van, oké, lehet jelentkezni játékra, jó, egészen nyugodtan, ha valaki szeretne. Egy-egy van, ami azt jelenti, hogy hát ebből még a tulajdonképpen bármi lehet. Nyitott a hét, igazából mindenki számára. Hát szerdán még nem szoktuk eldönteni, nem? Hát ritka az, mert az ugye 3-0. 3 az egy menetelés. Igen, ilyen csütörtök környékén szokott ez a dolog eldőlni. Úgyhogy lehet jelentkezni játékra. Gyorsan egy trafi, illetve pontosabban közlekedés, M9-es autóút, Bogyiszló leágazásnál teljes hatestel kivonulva a szerv. No. Gyerekek. Trafi is van, mindenki. Ott van, úgyhogy tessék figyelni. Illetve M5 Soroksár, Szeged, tiszta és esőmentes bakterúr küldte ezt nekünk. Egyet csatlakoznék, a Hungária körutat, eddig sem a járható utak közé soroltuk. Most azt csinálták, hogy a működő két sávból, amit már ilyen sárga izével terelnek, tudod, ez a plusz sávjelölő van, most azt csinálták, hogy az mindenütt egy. Egy sáv van, és a ilyen, szép három sávról egy sávra. Igen, ilyen váratlanszerűen lezárások vannak. Úgyhogy aki most indul arra felé, szerintem kerüljél. Hungária kerülő és a lánymennyiség is kerülő, ami ott tegnap volt, az elképesztő. Fél hét van pontosan, jönnek a legfrissebb hírek Ákostól, lehet jelentkezni a játékra, mi pedig jövünk a hírek után. De nagyon jó volt. 6 óra múlt 49 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk mi is, és hát mit mondjunk? Hogy neked ajánlotta ezt a dalt Csabi valamelyik nap, Dávid Gettától. Ezt a kis David Gettát? Igen. Azt a mindenségét neki. M1-es, M7-es, az Osztapenko
ÖMF-kút befelé mérnek. Ja igen, ők ott nagyon elbújnak, az az enyhe balos kanyar, ahogy ott megérkezel, éppen beesel. Kicsit gyorsabban, mint kéne. Kicsit gyorsabban, ott még nem lassítasz vissza, ott sűrűn szoktak mérni. A Szorjánál van egy baleset, a Deák felé alakul a dugó, ezt Tamás küldte nekünk, köszönjük szépen. Tízes út angol temetőnél áll a sor, Lina. Na, csak mondom, hogy aki érdekelt, a Tízes út Ürön, Pilisvörösvár, Solymár, mindenképpen figyeljen, mert 7 óra után nyomozunk egy kicsit. Nem mondom, hogy biztos, hogy konkrét válaszokat kapunk, azt nem tudom, de minden esetre megpróbáljuk Ürön polgármester helyettesét, alpolgármesterét, aljegyzőjét. Aki benn van. Aki benn van, és aki nyilatkozik nekünk, Júli tegnap ezen az ügyön egy jó 3 órát dolgozott, hogy mondják el, hogy mi a helyzet. Hát ez sok-sok-sok 10 000 embert érint, akik ezen kisebb falvakból, városokból jönnek be dolgozni. Valami délután mennek haza, úgyhogy 7 után az ürömi üggyel foglalkozunk egy kicsit. Illetve azzal az ominózus körforgalommal. Legalább annyit mondja, hogy a mentőterv már megvan. Hát egy terv már régóta van. Csak nincs kivitelezve még mindig. Úgyhogy foglalkozunk ezzel egy kicsit, jó? De már ahogy halljuk, most az angol temetőnél áll a sor. Ezt Lina küldte nekünk. Köszönjük szépen, mi pedig valakivel már is játszunk. A Verhetetlen Rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Ja! Halló, jó reggelt! Sziasztok! Hello, szia! Ki vagy? Hello. Még nem vagyok. Rami vagyok. Rami? Igen. Hello, Rami, honnan hívsz minket? Hát épp buszon utazok, Bakonybélről megyek iskolába, Pápára. Jaj, Isten, Bakonybél nagyon de szép az. De szép. Igen. Igen, és Remi vagy Renni? Rami. Ja, Rami. Aha, jó, ma szép volt, Bali. Na, kivel szeretné játszani? Remi. Feri. Remi. Hívjanak bárhogy is mondta, hogy kivel. Ferivel szeretné játszani. Nagyon helyes. Szerintem is. Már nyerőbe vagy ezen a héten, ugye? Nem. Ja, nem. Aranyos vagy. Köszönöm szépen, hogy megpróbáltál fölhúzni. Nem, bukó. Egy 11 évessel. A játékok számát tekintve igen, nyerőben van. Képes már, igen. Na, kezd el húzni. Na, mehetünk? Mehetünk, igen. Jani? 3-2-val fejön! A Rami a Ramona becézett változata? Így van, de azt annyira, hát inkább jobban szeretem a Ramit. Ramit. Ramona az. Aha, értem. Azért túl komoly hozzám. Túl komoly? Így van. Vidám lány vagy. Így van, nagyon. Mit tanulsz, Rami? Hát én most gimnáziumba járok. Kedvenc a matek? Á, dehogy. Hát inkább mondanám az idegen nyelvet. Uh-huh. Angolul beszélsz? Hát egy kicsit igen. Köszi. Opszi. Dekár. Oh! Hey! Hát igen. Feri bizony hasított. Éhes kis kutya volt. Az. Támadott. Torokra ment. Szóval igen, pedig nagyon jól kerülgetted egyes az elején, voltál. Vissza nem nagyon hát, támadtál. Igen. Nagyon jó voltál, Rami. Köszi. Kerülgetted. Köszönöm szépen. Ügyesen játszottál. Én örülök, hogy bekerültem igazából. Már nagyon régóta hallgatom, úgyhogy nagyon örültem ennek is. Régóta szerettél volna, vagy régóta próbálkoztál? Hát még régebben is küldtem SMS-t egy nap. De már kezdetek óta hallgatlak titeket, úgyhogy nagyon örültem tényleg ennek is, hogy bekerültem. 6 éves voltam, amikor először felcsengült a szignál. Igen. Nagyapám mesélt rólatok. Gyerekek, lassan egy generáció megöregszik. Szépen lassan rajtunk, igen. Oké, okay, na jól van, hát ajándékcsomag nincs, de köszi, hogy nem beszéltünk. Nagyon szépen köszönöm én is. Hát, ciao, hello. Szia. Hello. Na jó, jól van. Csak érted 16 éves, hát, nem 11, mint a hétfői kislány. Na jó, hát ha átlagolunk, ez se sok még. Mindig 14. Na, akkor viszont így 2-1. 2-1. 2-1. Holnap már belökhetjük a gödörbe. Gyerekek. A játékot. Elengedjük a kezüket. Vagy lehet egy péntek izgalmas végbefejezés. Hát jó pénteken csak a Balázs fog tudni beszállni a ringbe, mert mi a karámba leszünk. Igen, hát illeti, a lovakkal. A lábatok már így beakadt a kengyelbe, és a ló vágtában van valahol. Igen. És mondni nevezik a fejem össze-vissza. Igen. A karókon. Jó. Jó lesz ez. Baján a Dózsa 48 előtt fehér táliából mérnek. Tommy Boy üzente ezt nekünk, köszönjük szépen. És igen, az M1-M7 osztja Penko, azt elmondtam, hogy befelé van egy trafink, úgyhogy ott is
Mindenki szépen figyeljem. 206-os végnek köszönöm megjött. Szépen. Ő mindig. De azon gondolkodom, gyerekek, hogy ő mindig. Hogy ő megírja két félét. Hogy most például én játszottam, ugye azért, hogy Feri nagyon klassz volt, gratulálok, és ír egy olyat is, hogy Feri nem baj majd legközelebb. És a, mert ahogy vége a játéknak, azonnal itt az SMS-e. Nagyon jó vagy, én imádom, szeretem. Igen, évek óta van egy hallgatónk, aki a 206-osra végződik az SMS száma, és minden reggel. Témához nem nagyon szól hozzá, nem. Csak keveset. De minden reggel vagy vigasztal bennünket ebben a játékban, vagy gratulál nekünk. És mindig ugyanazt írja. És azonnal megvan, tehát, hogy Jani, ahogy szép vége, volt, vége Feri, volt szép a volt, nagyon klassz volt, gratulálok. És ahogy vége volt, minden ott az minden rezsülésünkkel együtt él. Igen. Kicsit anyukán, kicsit apukán. Jaj, leütötted a kis térdet. Tényleg tudjuk, hogy lány vagy fiú? Nem. 206-os, te jössz. Nem. Szerintem lány. Szerintem lány. Vagy egy melegszívű, kedves férfi. Az is lehet, hogy így van. Így van. Jól van, na elmegyünk egy picit megint hírezni, jó, aztán jövünk vissza és megpróbáljuk ezt az ürömi tízes utat egy kicsit rendbe tenni, utána járni, kajtatni, keresni, kutatni és információkat szerezni, hogy meddig kell még ott sok-sok ezer embernek naponta 2-3 órát munkába haladni, valamint délután hazamenni. Feltéve, ha elérjük a polgármester urat, vagy a jegyzőt, a főjegyzőt, a kis bírót. Bárki. Igen, 5 perc, pontosan 7 óra jövünk a hírek után. 7 óra, pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk, és ma látni fogjuk a napot. Jó idő lesz, gyerekek, úgyhogy csupa jó hír, csupa jó hír. És egészen kitart szombatig vagy vasárnapig. Nagyon jó. Nagyon jó. A szőrén lovat megülő János fejét. Jaj, de jó a földön lesz. Még megsüti a napsugár. Üld meg a malacot. Üld meg a malacot, ez lesz 9 hát után. Csak tudnak szerezni ott egyet. Megpróbáljuk, teszünk róla, hogy valami legyen. Ugye pénteken vagyunk ebben a nagyon szép kis Majorban, ugye Sárvár mellett. Ez egy gyönyörű hely, felújították, most lett kész. Nagyon-nagyon szép. Nagyon szép. És nagyon szép hagyományokat is élesztenek majd újra. A Sárvári Ménes is ott lesz majd, meg ti is a Ménesen, aha, meg az alatt, a Ménes alatt, meg között, meg mellett, ugye, leginkább alatt. Úgyhogy, a vasi ganyézás, egy régi szép szokás, igen, azt fogjuk Jani a kedvedért. Jó lesz nagyon. Kocsit hajtunk, ahogy régen apa kocsit hajtott, ugye lovagolunk, reggelit főzünk, és kicsit bejárjuk a Major területét pénteken. Egy nagyon hangulatos kis kitelepülés lesz. Ráadásul jó idő lesz, meleg lesz, sütni fog a nap, gyerekek, nem kell több. Lovaglócsizmát, sarkantyút. Kapunk? Csepszet hozzatok. Hogy mit? Csepsz. Csepsz. Mind nálad is. Van otthon csepszed. Van. Jó, azért. Burgonya csepsz. Na, tessék, egyet találhattok. Mi a csepsz, tessék? Milyen lovaglós felszerelés a csepsz? Csepsz. Azt mondja, mi lehet az? Ez egy rövidítés? Ezt így használom. Hát sokan használják. Aha. Lehet aztán ez egy rövidítés, vagy egy slang, vagy csepsz. Angolból átvett biztos, hogy a csepsz a set. Az a set lehet. Tehát valamilyen set. Csepszet? A csepszet. Csepsz. Igen. Csepp, a csepp az... Hitelkor hetes. Várjál, a csepp az a rövidítés, vagy az, hogy terelés, csepp. Aha. Csepp. Csepszet. 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 Várjál, próbáljunk meg mondatokat generálni, amikbe esetleg passzol, és akkor így rájön. Jó, aha. Föl tudnád hozni nekem a pincéből a csepszettemet, mert kilovagolok? Nagyon jó, igen. Mit hozok föl, ha hozom a csepszet, tessék? Aha. Húha, kicsit kikopott már a csepszettel, meg kéne ugrani már megint a városba, hozni kellene egy másikat, mert hogy ez már... Igen, ki tud kopni? El tud kopni? Akkor várja, el tud kopni? Akkor azt mondja, hogy várja, jó. Elkopat lassan, rongyolódhat, elkopat lassan. Rongyolódhat. Bőrből, ez is bőrből van. Tehát akkor nem fém. Igen, nem fém, nem. Azt mondja, hogy jó. Meghúzom a csepszettet. Csepszet. Meghúzom a csepszemet. Meghúzom a csepszet, mert nagyon laza, és esetleg lefordul a nyereg. Úgy indult, mint a húsvéti vers. Meghúzom a csepszet, nagyon laza. Locsoljak, vagy húzzak haza. Locsoljak, vagy húzzak haza. Tényleg. Így van. De elmondom, mi a csepsz. A csepsz az, ha nincs lovagló csizmád, aha, vagy van, akinek van, de azt jobban szereti. Ez ugyanolyan képződmény, mint a csizma, csak fölveszed a cipődre, itt belebújsz. Igen. És a lábadra föl tudod hajtani, és itt szépen a térded alatt bekötöd. Ilyen kamásli jellegű dolog? Kamásli jellegű, igen. Ez bőrből van, és a ló, meg a kengye, meg a nyereg, az nem dörzsöli ki a lábadat. Most van, aki lovagló csizmában megy, van, aki pedig simán van egy túracipője, vagy meg egy lovagló cipője, meg aha, egy csepszer. Én például nem szerettem soha csizmában lovagolni, és nekem mindig csepszem volt. Te, és ez a csepszem, mert belebújsz. A bőröket szerettem. Én imádtam, fölhúztam, fölakasztottam magam, belebújsz konkrétan, van egy ilyen kis lábtartója, az a talpadon van a tartó, fölhúzod, és cipzárral végighúzod egészen a térdedig. És akkor az ott szépen tartja, nem dörzsüli ki,
a lónak a szőre, a nyereg nem horzsolja föl neked, és ez a cseps. Ha megérkezel valahova, akkor nem kell egész nap csizmába lenni, leveszed a csepset, és cipőbe vagy, vagyis lovaglónod. Tök jó. Ez a cseps. És valaki rád néz, akkor rögtön tudja, hogy hát a brancson belüli vagy. Hát aztán felülsz a lóra, és látja, hogy mégse. Annyira kellemet lesz, hogy az én esetemben megtörtént sokszor. Jó, amikor így megjelenünk majd, talpig lovasnak öltözve, kobakkal, meg csepszet, meg izé, meg ustor, nem meg izé. Cseps, de nekünk az jó, mert csepszel, az, a az én csepszemmel. Igen, tehát de a csepsz... mi azért mondjuk csepszettel, mert mi kettőt használunk, tudod? Igen. Tehát balábi, jobb ezért a csepszet. Aha. Egyébként kettő darab van belőle, igen, ez egy ilyen tényleg. Csak a felé csepsze az nekem nyakig ér, és tehát akkor már igazából más ruhát nem is kell vinnem. Az ugyanolyan lesz, mint a cowboyoknál a farmerra föltett két oldalt lelógó ilyen védőfelszerelés, tudod, ez a bőr, nem tudom, nem tudom, minek hívják. Tudod, na hasonló, na igen, amit ők is fölvettek a nadrágra, igen. Egy ilyen bőr dolog, ez csak ez vádlígér, tehát ez a lábadó, igen. Na, nagyon jó, nagyon jó. Majd ott megjelenünk, és még a pulik is röhögni fognak. Végignézzek így rajtuk, és mind a kettőnkön gyakorlatilag látszik az első pillanatban, még az árcédulák is lógni fognak itt ott amott, hogy nem vagyunk. Rutinos lovasok. Igen. Na, azt írja valaki, hogy csepsz a lovaglásban használt navigáció vasítájszólásban. Csepsz. Jó. Egyébként tényleg igen. Józsi küldte nekünk. Nézzük gyorsan a közlekedési híreket. Traffi Pax a Farkasréti temetőnél. Eltévedtek? Ott nem szoktak mérni. Farkasréti temetőnél. Izé van, nagy ívű kanyar. Ott nem nagyon szó, igen, ott vannak nagy kanyarok. Igen, trafi a 81-es főúton töltéstava után a 75-ös kilométernél, 70-es tábla van, ezt Hegek küldte nekünk. Hatalmas felhőszakadás az M3-as 50-es kövétől, a látó távolság csak 10 méter. Dani üzente. M1-es 142-es kijárat Hegyeshalom felé mérnek a rendéber őrei, üzente nekünk Hami, valamint baleset a 84-es úton, a 67-es és a 68-as kilométer között Rába Paty közelében nagy utas üzente. Az egyik kedves hallgatók felveti azt, hogy esetleg megcsinálhatnánk most, és tök igaza van a képes magazinos fotóösszeállításunkat. A lovaglást. Aha. Szerintem. A wellness hétvégés? Például, igen. Jó, hát ha lesz időnk, és nem érkezünk meg nagyon későn oda este, akkor ezt végig szaladhatunk ezen. Nem, kimegyünk el. Egy ágyba fekvős, egy tehenészetben sétálós, istálós, megvédős, igen. Igen. Ennyit se tudok, ezt hordta már Charlie Chaps in. Atya úristen, igen. Mi lett a Páko telefonjával, kérdezi valaki, annul pontosabban, hogy meglette. Gyerekek, azóta nincs hír a Pákorról, mi szerettünk volna vele egy ilyen kis mini rovatot elindítani. Hát ez egy életbevágó dolog számunkra, mert egy csomó fontos információ tud Afrikáról, Pákol, mit mi nem, és ezt szeretnénk, ha átadná. Igen, megpróbáljuk minden nap egyébként, meg minden délután őt előkeríteni, hogy hát majd a mai adásban 9 után esetleg meg tud szólalni. Nem tudjuk, hogy van-e új telefonja, azóta nincs életjel. Ugye, mivel mi nem sokára tényleg utazunk, így szerettünk volna egy-két hasznos dolgot tőle megkérdezni, hogy mondják azt zulul, hogy ne a kicsit edd, a nagyot edd. A nagy finom, minket ne bánts a nagy finomam. Igen. Én beteg vagyok, ő viszont van egészséges. Van mit harapni. Őt rabolt el belőle, sokáig éltek. Igen. Hagyd a kicsit, hagyd a középsőt, vidd a nagyot. Én szóval, tegnap még vért köhögtem. Ne írjetek hozzá. Igen. Szóval ezeket szeretjük volna megkérdezni, de egyelőre Páko nem nyoma veszett. Gyerekek, nem tudom, hogy hol van. Amióta kiköltözött Balázséktól a kertészlakból, azóta gyakorlatilag nem tudjuk elérni. Igen. Simán el tudom képzelni, hogy ő még továbbra is saját magát kizárva a lépcsőházba botorkál. Álló! És még mindig olyat keresi. Sákítana! Igen, mindig keresi a telefonját. A szomszédok már rég ajtót húztak a bejárati ajtó elé, nem mernek kijönni. Páko pedig az elhagyott telefonját keresi, azóta egy lépcsőházban. Hát tehát, csak Bodzoli lehet a megoldás egyébként. Hogy tényleg rá kell írni, hogy ő be tudott-e már beszélni Pákóval az elmúlt egy-két napban, igen. Na, gyerekek, ürömi ügy. Ugye ezt ígértük tegnap a mi hallgatóinknak, hogy foglalkozunk vele. Nem is az ürömiek miatt, mert hogy ha már ürömön vagy, onnan már tényleg sokféleképpen be tudsz jönni, hogy átmész a hegyen, rámész a Szentendrei útra. Viszont mi minden reggel kapjuk az SMS-eket, a közlekedési információkat, hogy óriási a dugó. És ez egy olyan dugó, ami nyilván nagyon sok embert érint, aki nem arra lakik, az könnyen legyinthet, hogy jó, hát ez most nem az én ügyem, de majd, ha ő neki lesz egy olyan ügye, akkor természetesen azzal is foglalkozunk. Sok-sok ezer embert érint ez az ürömi elágazás. Ugye ott jönnek Solymáról, Pilis-Hörösvárról, Pilis-Csabáról is talán, tehát nagyon sok ember jön be, délután pedig ez a rengeteg ember szépen menne kifele, és hát órákat áldogálnak a sorban. Gyerekkel, idős emberekkel. Iskolába menve, munkába menve, de ha nincs gyerek, csak te mész munkába, az is felemészt egy idő után. És ott van ez a bizonyos ürömi lámpa. Ugye? Hát ez nekik egy ilyen mumus.
Ha jössz befelé, akkor balra van egy ilyen bejáró ürömre is? Ha jössz befelé ürömfelé, akkor balra tudsz elindulni befele ürömfelé. Ha jössz kifelé, mész Sojmer felé, akkor jobbra mész ürömfelé. Na, és ez a lámpa, ez telezöldes a szembe lévő sávval, tehát azért nem lehet befordulni balra, mert a kifelé jövők akadályozzák? Ez úgy van, hogy egyszerre van két zöldnek, de ha valaki balra fordul, akkor közben föntartja a mögötte lévő forgalmat, és az nem tud elmenni balra, mert szembe jön a forgalom, gyorsan bemegy balra, de mögötte meg ott áll az, aki egyenesen menne. És emiatt óriási dugó van. És ígértük, hogy ennek egy picit utána járunk. Ugye már sokszor hallottuk, hogy ott a tüzéptelep, meg a körforgalom, meg épül, nem épül. De tegnap, mivel megint írt egy hallgatónk, hogy hát, hogy óriási dugó van, ezért megpróbálunk utána járni és segíteni, hogy ebből lesz-e valami, mikor lesz valami. Ugye mi csak azt nézzük, hogy próbáljunk a hallgatóinknak segíteni. Semmi más nem érdekel minket. Tehát gyakorlatilag ez a dolog, ez az ürömi lámpa, meg az ott reggelenként tapasztalató, meg délutánként tapasztalató dugó, ez már ilyen, nem is tudom, már ilyen hónapok óta, vagy talán évek óta is tartja. Ez olyan, mint a Farad belterületén a trafi, a babaki transporterből. Minden nap megkapjuk. Minden nap. Ezért is járunk utána. Igen, most is rengetenig írtak, hogy de jó, hogy foglalkoztok a témával, most is itt állok a dugóban, örülök neki, várom, hát ha kiderül valami, 15 éve utazom a 10-esen Tát Budapest között tömött buszon. Már nagyon unom, remélem, ha megtudunk valamit. Írja az ürömi polgármester. Köszönöm, hogy foglalkoztok az ügyel. Ezt Bora küldte nekünk. Van, aki aztán próbál segíteni, aki dugóban van, az jöjjön az M6-osra, itt nincs senki. Oké, jó, ez egyébként nagyon szimpatikus dolog. Egyébként tényleg, gyerekek, hát, ha nem akarsz dugóba lenni, akkor menj el az M6-oson, és akkor ott minden rendben van. Na, meghallgatjuk akkor, hogy mi a helyzet, jó? Leginkább azoknak segítvén, akik ott minden nap harcolnak a körforgalommal, vagy a körforgalom hiányával. Bodó Tibor, Üröm alpolgármestere itt van velünk a vonalban. Halló, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mindenkivel tegeződhetünk? Bocsánat, hogy ezt én kérdezem. Igen, talán... minden tovább innék. Én vagyok a fiatalabb, nem illik, de mégis áthágva ezen szabályokat. Na, hát ugye a téma adott. Üröm és ott található lámpa, körforgalom. Milyen biztatót tudunk mondani a hallgatóinknak, akik naponta órákat áldogálnak? Hát igen, ez nagy probléma a községnek is, mert ugye bennünket elsősorban érint, meg hát persze a 10-es úton, akik jönnek be. Ez egy elég összetett probléma, mert most itt tulajdonképpen három nagy beruházás van, az M0-ás körgyűrű, a 10-es útnak a felújítása újnyomvala, és maga az ürömi körforgalom. És ez sajnos ez most ürömi körforgalomként szerepel, mint hogyha mi lennénk ennek a megoldói, vagy megoldható, aki ezt meg tudja oldani, de sajnos ez nagyon sok érintett van ebben az ügyben. Ezt elsősorban a Magyar Közút Non-Profit Kft., aki ennek az üzemeltetését vállalja, ők azok, akik igazán ebben tudnának valamit mondani. De több érintett is van még, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT, aztán ebben benne van a BKK, mert ugye itt olyan körforgalom lesz, ahol csuklós buszok mennek, benne van a Volán busz, benne van Óbuda Békásmegyer, ki nincs polgármesteri hivatala. A vízmű is benne van, mert hiszen ott van egy ilyen patak. Pontosan ott a becsatlakozásnál van egy ilyen patak, ezt mi ürömiek cigányároknak hívjuk. Mi lenne az optimális megoldás? Tehát hogyan lehetne a problémát megoldani? Én jelen pillanatban úgy látom, hiszen állandóan részt veszünk ezeken az egyeztetéseken, meghívnak bennünket, és dolgoznak az ügyön, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy nem lazsálnak, hanem dolgoznak. Nagyon közel áll a megoldáshoz, tudnélik, egy olyan elképzelés van, hogy ezt a körforgalmat ezt megoldják, és később, amikor majd az M0-ás körgyűrű, meg a 10-es út megépül, akkor gondolják majd ki azt, hogy ez hogyan csatlakozik ehhez a körforgalomhoz. Hát igen, most az M0-ást idehozni, ne haragudj, hogy ezt említem, pont most olvastam egy cikket, hogy talán 2020 és 27 között az Európai Uniós támogatásokból kezd majd megvalósulni a dolog. Na most azért ez egy ilyen nem is belátható idő, hát Feri Jani már nem is biztos, hogy megéri tulajdonképpen. Tehát most a nullás azért az olyan 2030-2025, amiről most jelen pillanatban beszélünk. Hát az hogy jön most ide?
Tehát úgy, hogy ez nagyon közel van ez az Ürömi út becsatlakozása. Hogy értjük. Nyilván értem, én is arra lakom, tehát azt logisztikailag értjük. Vagy laktam pontosabban, most már nem arra többek között emiatt költöztem. Sajnálom, ja. De hogy hát azért az egy 15 év még, hát nyilván ha ez is közre játszik, vagy a tervezés miatt, vagy a kivitelezés miatt? Természetesen. Hát most, hogyha kialakítják ezt a körgyúrút, ehhez egy sok dolog van, amit már most meg kellett tervezni. Tehát itt a legutóbbi értekezleten, amelyiken részt vettem, ott már olyanokat terveztek, hogy milyen táblákat raknak, mert ugye a belterületen más betűkkel kell kiírni, mint a területeken. Milyen lesz a buszoknak a megállója, aha, meg egyéb ilyen dolgokat, de ez szorosan kapcsolódik ehhez. Jó, de most akik ott ülnek most autóval és hallgatnak minket, azoknak mit mondanak, hogy körülbelül ez mennyi idő? Tehát kinek az asztalában? Megyünk tovább, mi nagyon szívesen fölhívunk bárkit, hol lehet ez egy ilyen folytatású szappanoperát. Igen, még neveket is adok egyébként, csak most ugye adásban nem akarom adni, hogy ha utána felhívnak, akkor megadom a neveket is. Én szerintem elsőként a Magyar Közút Non-Profit ZRT-hez kellene fordulni, mert a körforgalom üzemeltetését ők vállalták, ők fogják ezt megoldani. Egész komoly tervek vannak már, tehát most itt már a legutóbbi egyeztetésen olyan volt, hogy van egy ilyen belső kör, hogy annak a mérete mekkora legyen, a külső körnek a mérete mekkora legyen, úgyhogy ez rövidesen el fog kezdődni, úgyhogy csak biztatni tudom, akik ülnek az autóba, hogy ez rövidesen meg fog oldódni. Hát igen, csak nekik egy picit így tök jó lenne, hogyha így gyorsabban történnek a dolgok, és mondjuk a tervek mellett valami kézzel fogható, és olyan információ is lenne a birtokukban, hogy ez mondjuk, mit tudom én, ha legalább annyit mondanak nekünk, mondjuk egy éven belül megoldódik, vagy másfél éven belül, de hát itt olyan időintervallumokban beszélsz, amikor... Nem, szerintem ez egy éven belül meg fog oldódni. Igen, na, végre, akkor egy kézzel fogható dolog. Szakaszban van. Persze, nagyon, ez szakemberek nagyon komolyan dolgoznak ezen a... Mi csak egy kis résztvevői vagyunk az egésznek, tehát azért, hogy ürömi körforgalomként nevezik ezt rajtunk, az önkormányzaton nem sok múlik ilyet. A városi legendáriumok sorát az ürömi tüzéptelep, azt hiszem, hogy egy ilyen nagyon komoly első helyet foglal el benne, hogy ugye az volt az akadály, hogy amiatt nem lehetett megépíteni a körforgalmat. Ezt száfold már meg, légy szíves, hogy támaszd alá, hogy ott tényleg ott a kisajátítással, a megegyezéssel voltak problémák. Vagy azt mondod, hogy nem voltak? Voltak problémák. Hát az egy magán cég volt, és közvetlenül az út mellett, de hát ez nem lehet akadály egy ilyen körforgalom megépítésének, mert ugye kisajátítani is lehet, tehát minden további nélkül. Ez nem probléma már. Jó, na, de ha azt mondod, hogy menjünk tovább, akkor túl sok konkrétumot nem tudsz igazából, nem? Hát én annyit tudok, amelyiket az ilyen egyeztetéseken meghallok, és elmondanak nekem a szakemberek. Hogy menjünk tovább a közútkezelőhöz? Én azt mondom, hogy ott kellene kezdeni. Ja, hogy kezdjük ott, de akkor mi a te asztalodon a konkrétum? Az én asztalom az, hogy ezeken a részvétel, vagy a értekezleteken részt veszünk, és meghallgatjuk, hogy mit mondanak, és reménykedünk abban, hogy... De ott van egy papír, egy dátum, egy bármi, hogy indul a kivitelezés 2015 januárja, 2015 májusa, 2016, hagyjad Józsi, gyere, inkább ígyunk egy kávét, úgyse lesz kivitelezés. Tehát valami van, valami ezeken a megbeszélésen? Bármilyen? Én csak a hallgatóim miatt kérdezem, akik nyilván most várnak valamilyen konkrétan, hogy tudsz valami miatt, ami... Igen, mondom, itt azt mondták, hogy ez valószínűleg októberben már el fog kezdődni ennek az építése, és jövőre ez véget. Aha, hát októberben, hát egy októberi építkezés kezdődne Ürömben, hát azért azt a szeptemberben szerintem már csak tudnád, nem? Ez egy nyári információ, mert nyáron 6.-22-én voltam ezen az értekezleten, amik akkor még láthatták így. Na jó, csak azért mondom, hogy szeptember 17-én azért ugye, hát ha október építkezés lenne, akkor azért nyilván azt már tudnád. Igen, azt tudnám, de sajnos még nem tudom. Aha, hát akkor ez az október azért ez erős túlzás. A csúszkás, igen. De minden esetre belátható időn belül. Jó, az fontos, köszönjük. Az ürömi körforgalom nem ürömi. Tehát ebből nem. Ez jó. Nem, megyünk tovább igazából, igen, abszolút muszáj, tényleg sok ezer embert érint, és köszönjük szépen, hogy te nyilatkozol nekünk. Megkérdezzük akkor a közútkezelőt, hogy ők mi a helyzet, ha ők meg tovább irányítanak mondjuk a harmadik kerülethez, vagy bárhova, akkor abszolút megyünk tovább. Nem, hát a harmadik kerület is dolgozik rajta, legutóbb a Busz Balázsék hívtak össze egy ilyen harmadik kerület polgármestere, ugye? A harmadik kerület polgármestere, és ők sem tudnak, tehát ők ugyanannyira érintettek benne, mint mondjuk mi Ürömről. Mondjuk, ha ugyanannyit tudnak, mint ti, akkor ők se tudnak sokat.
Ő se tudna sokat tudni. Hát ezt mondom, hogy akkor ki az, aki sokat tud? Aha. Ma egyelőre három rólogó beszéltünk, a polgármesterről, a közútkezelőről, meg rólatok, ebből kettőről azt mondta, hogy nem sokat tud. Van egy még egy nagyon fontos, a tömterv mérnöki tervező iroda. Na őket is felhívjuk. Kik ők? Kik ők? Kérlek. Kik ők? Tömterv. Tömterv, jó, megyünk tovább. Rájuk is csörgünk. Mérnöki tervező iroda, telefonszámot is tudok adni, meg nevet is, csak most itt adásban nem akarok. Jó, az nagyon jó. Ha esetleg az utolsó ember majd, akit felhívunk, hozzád irányít minket, akkor bocs, még egyszer csörgünk. Csodálkozni. Igen. Te hogy jársz egyébként Tibor Szentendrei úton, vagy te is ugye kénytelen vagy ott befelé jönni? Vagy hogy vagy az Ürömiek már át tudnak menni a másik oldalra, ugye a Szentendrei út? Hát Ürömi alapú. Hát igen, én a Csillaghegyi strand felé járok be a városba, és a Szentendrei út. Az egy kicsit, ott igen, ott le lehet gurulni, az a másik oldal, a hegy másik oldal. Túl keskeny az út, nagyon veszélyes, úgyhogy nem egy jó állapot. Hát ott van az a szerpentines lejáró, ahol tulajdonképpen, ha nem mész elég lassan, nem tudod, hogy jönnek eszembe, és ott nem tudom, hogy nem történik naponta valami frontális ütközés. Hát ez egy olyan vékony kis szerpentin ott lefelé a Szentendreire, hogy az is elképesztő. Így van. Jó. És a harmadik kerület egyébként ez a szerpentines rész. Na, nem passzolgatjuk a labdát. Harmadik kerületi szépen átpasszoltad a labdát, de nem akarunk azzal a szerpentinnel foglalkozni. Jó, Tibor, hát köszönjük szépen ezt a dolgot. Olyan nagyon sokkal okosabbak azért legyünk, őszintén nem lettünk, de nem baj, megyünk tovább. Jó, ennyit tudtál. Most azért adtam, nem? Igen, nagyon sokat, nagyon sokat, nagyon sokat. Meg nagyon kellemes megnyugtató a hangod. Nem egy egyszerű élethelyzet, mi ezt pontosan nyilván tudjuk, mi csak azért hívogatunk és egrecíroztatunk mindenkit, mert hogy szeretnénk a hallgatóinkon, és nekünk tényleg ők a legfontosabbak, segíteni, hogy valaki mondjon egy dátumot, hogy több ezer embernek a munkába járása és a hazajutása egy kicsit könnyebb lesz, és megoldódik, az nyilván nekünk is öröm. Ezért vagyunk, vagy ezért csináljuk. Tibor, nagyon-nagyon szépen köszönjük, jó munkát nektek! Én is köszönöm. Köszönjük szépen, Bodó Tibor Üröm alpolgármestere. Vele beszélgettünk, köszönjük szépen. Drága hallgatók, hát okosabbak egyelőre nem lettünk, de szerintem ezt ti is tudjátok. Holnap fölhívjuk akkor a közútkezelőt, megkérdezzük, utána megyünk. Tényleg ez egy érdekes dolog, és ez sok-sok-sok ezer embert érint. Senki nem gondolja úgy, aki nem arra lakik, hogy ez nem az ő ügye, mert ha máshol lesz dugó, akkor azzal is fogunk foglalkozni. Csináljuk ebből egy ilyen napi szappanoperát. És akkor ez a tervem, hogy holnap hívjuk a közútkezelőt. Ilyen közt legyen ez a cím. És akkor a 2025 Balázsék ma fölhívják a... Balázsék kivonultak az ürömi körforgalom átadására 2032, és te milyen ilyen bottal tudod. Gyerekek, nyilván sok mindenki benne van, nem egy egyszerű élethelyzet, mi senkit nem akarunk se bántani, se elítélni, csak a hallgatóinak, viszont nekik segíteni lehet, tehát, hogy ha esetleg átadják ezt a körforgalmat majd valamikor. Én ott leszek. Én tudod, hogy mindig ott vagyok, ha látadnak valamit. Akkor lehet, hogy a körforgalomnak a közepén kapjunk egy ilyen hármas szobra. Mondjuk lehetsz te középen, és akkor mi meg Ferivel így átölelve a lábadat, mint egy nem tudom. Arany János és az ő alakjai. Igen, egy ilyen bronz szobor a körforgalomnak a közepén. Igen. Legyen már valami. Hát vagy pipacsból kiültetik ne az arcot. Ne bronz, azt lopják. Azt másnap elviszik. Jó. Gyerekek, hát megyünk. Én a közútkezelőt annyira nem értem, hogy jön ide, de fölhívjuk akkor őket. Lehet az infrastruktúra fejlesztőket kellene inkább, nem? Hát vagy a közútkezelő... Vagy ott a patakon. Ők üzemeltetik a körforgalmat. Igen. A jövőbeni körforgalmat. Hát meg ezt is. Ezt is, és az újat is. Most még látom. De most az utat ők üzemeltetik, aha. De ők építik is, nem? Nem épít a közúthez? Gyerekek, ide küldött minket. Mit jelent egy körforgalomnak az üzemeltetése? Á, ott állsz is. Arról jobbra. Körbe. Hallod? Beállsz, az forogsz és integetsz. És mindenki tudja. Hát az arabok megcsinálták Egyiptomba, hogy körforgalomra lámpát laktak. Azt láttad? Sármelyser, húrgat, bárhol mész, bemész a körforgalom, és állsz a pirosban. Ők picit ezt nem értették, hogy nem. A biztonság kedvére a körforgalom négy kijáratára raktak. Piros, piros, zöld, zöld. És állsz a körforgalmat, és piros a lámpa. Nagyon jó. Az arab is beáll ő is mellé. És mondom, tesó, hát ezt nézd már meg, hogy ez nálunk azért ez mennyire flottam, mert gyere utánam, légy bátor, hidd el, meg tudjuk oldani. Mert azt láttad te? Az döbben. Tudom, van mind a két helyen, Sárma is, meg Hurgadán is. Lámpa a körforgalom. Ők ebből így mit vettek le? Mert átvették, mert profit élek, tehát hogy gyorsítja a forgalmat, de ugyanakkor ők a biztonságra is törekszenek. Ne csak úgy hülyén bele. De ott közben se sávok, ott mész, ahol akarsz, de ők azért a lámpát fölrakták a körforgalomba. Ott ne legyen balesetért. Tegnap mit láttam a tévében, kapcsolgattam körforgalomba, legyen már nekünk is egy ilyen. Imádom, imádom őket. Fél nyolc után pontosan 3 perccel Óven bácsira, Beró nénire lehet jelentkezni. Nem felejtjük el a solymáriakat, a pédisvörösváriakat, a csabaiakat, az ürömélyeket, senkit, és aki arra dolgozik, nem ott lakik, holnap tovább megyünk.
Ennyi. Az ügyben, és próbáljuk kideríteni. Folytatódik az üreműek közt. Így. Szignált neki. Így van. 3:30, jövünk a hírek után. 3:48 egészen pontosan jó reggelt kívánunk mindenkinek. Az új Majka Curtis számot lenyomhatnátok, nagyon jó lett így. Tomi, mi az új Majka Curtis szám? Magyar vagyok talán. Az. Aha. De most jelent. És káromkodós biztos, nem? Nem. Egészen nem barátságos? Olyanok. Ilyen megmondós. Megmondós, oda mondós? Igen. Igen. Na, van egy trafink Farkasréten, Rózs törzsőrmester küldte nekünk, a vágtázó halott kémeknek. Húha. Ez Budapest, a 12. kerület. Köszönjük szépen. Aztán Szegeden is van lámpás körforgalom, nem is középszerű, ugye? De igen, ott villamosok mennek, igen, Győrben is van, egyébként ezt elküldték a hallgatóim. Gyerekek, nagyon jó, hogy foglalkoztok ezzel, napi 2-2,5 órát ülünk a dugóban, kiszámoltuk a családdal. Hagyjátok össze, 6 éve ezen az útvonalon járunk. Nem merünk belegondolni. Hány hónapot töltöttünk már ott? Írja nekünk Réka. Azt 10-valahány óra egy héten, tehát egy fél napot elérte. Azt gondold el. Hát ott megoldod a gyerek háziát, rengeteg, rengeteg minden. Ott már egyébként járna egyébként, nem? A polgármesteri hivataltól egy ideiglenes lakcím, nem? Egyébként simán. Többet töltesz ott, mint mondjuk nem tudom, Vörösáron vagy Solymáron. Öröm az ürömben lehetne az új rovat cím. Jó. Holnaptól megcsináljuk. Igen. Fiúk, csak óvatosan, jön egy újabb SMS. A közút keze lő. Hát beteg vagy, de nagyon jó. Atya, úristen, igen. Körforgalom, avagy öröm, az ürömben. Írja nekünk, Luki, köszönjük szépen. Trafi van Pakson, az atomerőműnél. Mindenki ilyen nagyon szellemes. Mindenki tojott tojját. Az ürömi körforgalom sokkal modernebb, mint az araboké. Ugye, mert beszéltünk, hogy aha, ott van lámpás körforgalom, igen. Itt csak lámpa van, viszont körforgalom nincs. Ilyen nekünk Perez. Azt nem értem, hogy lesz gyorsabb a körforgalomtól a közlekedés, így a Zoli. Ez fura, de tényleg az lesz. Sokkal gyorsabb lesz. Hát hogy annál, ami most van, minden gyorsabb szerintem. Hát egy körforgalom sokkal gyorsabb a lámpánál, hát folyamatos a haladás. Tehát ez értelemszerű, persze, sokkal jobb. Igen. Egervár és Zalaegerszeg között a 74-esen kamion az erdő szélben megpihent. Mentés és torlódás várható. Köszönjük szépen. Jó, holnap folytatjuk. Írja valaki, hogy van egy cikk a Totálkárom. Ma Dávid írt részletesen 2 hete. Lehet, hogy őt is megkeressük, és ha itt pattogunk ide-oda a hivatalok között, akkor gyerekek, mindenki ezzel foglalkozik, akkor fölhívjuk Dávidot, és megkérdezzük, hogy ő mit tudott meg. Ő valószínűleg lefutotta már ezeket a köröket, úgyhogy... Uh-huh. De mi mindenkit felhívunk. Akinek köze van ehhez az ügyhöz, azt mi felhívjuk. Jó, ha ő aki mindent... egyszer átment ürömen, azt is felhívjuk. Ha ő mindent tud, akkor ne hívjuk fel, meg kiheréljük a rovatot. Az a baj, igen, ne hívjuk, de azonnal elmondja, hogy mi a frankó. Akarok egy 3-4 lépcsőt, míg eljutunk odáig, hogy tudjunk valamit mondani a hallgatóinknak. Én most ezt ez nem jó. Tehát nem, egyelőre nem hívjuk. Jól van, Óven bácsival és Beru nénivel játszunk már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Halló, jó reggel. Szia Balázs, Balázs vagyok. Szia Balázs, Balázs vagyok. Itt a Jani, ő Jani. És a Feri. Szia Jani, Feri. Szia Feri. Szia Balázs, te Balázs vagy. Hello. Lehalkított picit a rádiót, vagy arrébb jössz, vagy kimész, vagy csinálsz valamit? Valamiért nagyon rossz a hang. Igen, most már halkítják, akkor ez a nőig. Így jó lesz? Nem. Nem, akkor húzzátok ki rány. Vagy te gyere arrébb, és akkor ők hallják, tudnak neked kiabálni, te egy kicsit arrébb jössz, és akkor viszont így mindenkinek jó. Húzzátok ki lányok. Nagy mert az igazság, hogy születésnapja van a kolléganőmnek, azt ugye szeretnék hallani, hogy ugye ő azért telefonáltam, mert ő neki szeretném megnyerni a csomagot. De hát milyen önfeláldozó vagy Balázs, hát rendes, hogy hívják a kolléganődet? Krisztina, Krisztina értesse. Krisztina jön neki a születésnapja. Jó válasz, azt nem tudom, csak azt, hogy szülinapja van. Hogy? Igen. Köszönjük szépen. De aranyos. Nagyon jó gyerekeket. Hát olyanok vagy, mint egy nagy boldog család. Persze. Nem mindenki, köszönjük. Nagyon, itt mi egy kanizsat, hát egy ilyen kalkitos szénnyi dolgozunk, így a szabászaton, és elég családias itt a hangulat. Aha. És lányok mit csinálnak? Hát nem egy tipikus női szakma azért egy ilyen szabászaton, lapszabászaton dolgozni, nem? Egy bútor szabászatban. Ez nem lapszabászat, hanem szövetszabászat. Jó, kárpitosok. Kárpitosok, így van, így csak van. Megértem a végére. Így van. Jól van, Balázs. Sok lányra dolgozunk. Aha. És ráhajtottál a kolléganőre?
Nem hajtottam rá, nekem feleségem van, hanem jó, meg gyermekeim vannak, úgyhogy nem. Nagyon szeretem. És mi a kizárók? Mondj egy olyat, amit el tudunk fogadni. Nagyon jó. Kolléganőm, a kolléganőmnek is. Felköszöntöttük. Jó, úgyhogy akkor mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Berulini, figyeljetek. Jó, köszi. Ugyan. Hát, igen, a forgalom. Igen, szegénye. Nem tudjátok ti ott Nagy Karizsán, hogy ez ekkora harc itt a vörösváriaknak, mind meg a solymáriaknak. Mi az árvizet tudjuk. Hát azt igen. Na igen, azt meg az ürömék nem tudják. Azt az ürömék nem tudják, hál' Isten, igen. 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 Na mutatjuk, mit énekelnek, egy nagyon rövid kis részlet lesz, figyeljetek. Na 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 na. Ezt még egyszer, jó, légy szíves. Jó, mutatjuk, figyelj. Na 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 na. Ez nagyon rövid, hát mindent szoktunk tudni, de... Hát... Lányok hosszabb legyen? Igen, legyen hosszabb, jó? Legyen. Ott demokrácia van nálatok. Hányszor kérdeztem ezt én is. Lányok, legyen hosszabb. Nem tud hosszabb lenni. Jó, mutatunk egy kicsit hosszabb részletet, figyelj. Köszönöm. Hogy én, hogy utálom ezt a számot? Ha ez segít, nyilván nem. Szerintem semmit, mert sok helyen van. Annyi oldaluk van, és ez fú, de mi egy kis segítséget nem tudtuk adni. Születésnapja van a kis hölgynek, hát nem tudom. Nem nincs tudom, nincs érzelmi zsarolás, meg lehet itt erről. Ez nem lelki, ez egy kicsit csak olyan, meg az ajándékot akartam neki adni, de... Édes vagy, persze, figyelj, meg lesz ez. Magyar. Magyar. És több énekesük is volt. Az egyiket elég hamar kirúgták. Ez a... Nem lehet kimondani, ugye? Mit? Mire gondolok? Hát, kérdés, hogy mire gondolsz? Én is gondolok most valamire, de... Hát, nem mondanám ki. Több együttesük volt, az egy férfi, nem? Akinek volt együttese. De nem. Az együttesnek volt több férfia, aki énekelt. Tehát igen, énekest cserélgettek. És talán etiópiai az énekes? Így van. Jó, hát megvan. Látj szívem, na. Bebe, nem? Na, igen? Na, de? Igen, de, vagyis, akkor... Igen. Köszönöm. Hát kevés dal van, amivel ki lehet üldözni a világból, ez az egy, nem tudom. Pedig szeretem a Bebét, szeretem a Back to Black-et. Ez nagyon nehéz volt különben, megmondom őszintén, úgy felismerésére. Sejtei Tomi és egy tündér, tényleg ez a dal, hát ez egy bűn. Na, mit, kivettünk valamit? Igen. Megvan az ajándékcsomag, bögre nincs, de van egy nagyon szép ajándékcsomag, nyakbalkasztó, egérrel állt itt, kisebb-nagyobb csecsebecsék, Klassz FM-es Morning Show, szatyor, hát Kriszti a mennyekbe jut. Hát igen, nagyon örülök neki, köszönjük szépen, nagyon... Köszi szépen, fiúk! Szívesen, csáó, hello, boldog szülinapot, hello! Köszönjük szépen, akkor még egyszer. Oké. Okay. Meg vagyunk? Okay. Így most akkor ezzel vagyunk. Örülődsz, hogy adjunk-e bögrét, mert szülinapja van? Nem örülődsz. Jó, azért. Adjatok neki bögrét, létszi. Na, most rontottad el. Én már megpuhítottam, most rontottad el. Az a baj, hogy már pont kijöttünk volna belőle, és le tudtuk volna tenni. Erre te most visszalöktél engem. Gyerekek, most... A szabály a szabály, én veled vagyok. Ez akkora rohadékság, te behúzol, te menj, bemész, én meg a válaszára, én meg a pokorra kerülök. Még egyszer mondom, én is azt mondom, nem jár a bögre. Nem jár. Jól van. Akkor ez is elég lesz. Köszönjük szépen. Ja, ne arra gudjatok. Hiába integettem, hogy adjunk. Te szemét! Olyan kicsit a szemekkel, mint a Krisztina. A kezed, az újadat se emelted meg. Nem, picit mi ebbe következetesek vagyunk, de ezért lehet ránk haragudni. Holnap is nem lesz maradsz. Valaki, aki... Jó, köszönjük. Nézzük azt, ami van. Jó? Szerintem jó, Kriszti okay. Így is örül. Jó? Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük. Okay. Ciao, köszi a játékot. Ciao. Gyerekek, így is szép az ajándékcsomag. Szép, azt, hát. Ezt mondjuk mi is, hogy ne adjuk. Így van. Azt mondja, hogy M9-es autótól rendőrök dolgoznak, úgyhogy figyeljen mindenki. A Váci vonalon pontosan járnak a vonatok, épp most késtem le. Írja. Írja nekünk egy hallgató. Igen, az kemény, amikor te már később mész, mert azt gondolod, hogy úgy is késik, és aztán pedig kivételesen időben befut a vonat. 6 perc pontosan 8 óra, jönnek a legfrissebb hírek, mi pedig jövünk a hírek után. 8 óra, pontosan 9 perccel jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak.
Itt vagyunk a klasszon, egyre jobb idő van, ma már újra sütni fog a nap, sőt, mi több, egészen vasárnapig, vagy jövő hétfői kisebb-nagyobb záporok, zivatarok lesznek, csak azért, hogy ne szokjuk meg csapadék nélkül esetleg egy teljes napot, hogy ne szokjunk hozzá, de jó idő lesz, napsütés lesz, indián nyár, néhány napig. Hát, én szóval már úgy alszom éjszakánként, hogy a fürdőszoba csapot megnyitom, nekem hiányzik az ereszből csapó, ugye? Víz, csapó. Legalább a hang legyen ott. Az nyugodt, nem? Az ember, igen. Aztán visszaforgatom a rendszerbe, hogy nehogy azért elpazaroljuk, de kell a maga a csobogás. Ez igaz, kell. Egy bizonyos kor felett pedig már. A kötelező. Még igen, inkább. Igen. Mi volt a rokkal? Mi volt ez a... 8 után. De most ne haragudj, a teszádból ez a kérdés. Nem, már csak 8 után mindig beszoktunk valamit tenni. Tök igazad van. Föltűnt ez a nyávogás, hogy ez... Ugye Zsül elment Szabira, nem kérdezte senki, hát nekem igazából nem jutott ez eszembe. Ez egy rovata. Hogy átdobta? Na a miért lenne az? Te kezdted újra a 8-tól rovatot. Hihetetlen egyébként, hogy rogot se adsz, bögrét se, hát milyen ember vagy te. Na ha valami nem azért rovatom, az a rok. Tehát rám aztán sok minden lehet. Te láttad ki a 8 utáni rokod? Most ezt vald be őszintén. Én találtam ki? Igen. Tényleg? Aha. Egész jó fej vagyok. Ja, tényleg? Ez én mondtam, hogy tegyünk 8 után valami keményebb zenét? Aha. Látjátok, kedves hallgatók, látjátok? Engem cinkeltek, ha rock szól közben. Én hoztam ezt be. Most azért mondjátok, mert szerda vagy, mert már nem emlékszem, hogy ki találta ki. És most éppen megágyaztok nekem. Te találtad ki, Bali, az volt, nem emlékszel már rá, te vetetted föl. Kaptál egy rakás CD-t, és azt mondtad, hogy akkor most ezen a héten, meg akkor a héten hozol majd mindig rock számokat. Aztán ugye arról elfogytak az izék, a hajmetál bandát. Ja, nem is kell. Tudod, hogy volt a kezdet? Letöltötted ezt a zenelehívó alkalmazást. A Spotify-t meghallgattad Lenny Kravitz új albumát, amelyre te azt gondoltad, hogy rock, és hoztál nekünk egy hát nem rock zenét, de... Jó, a Lenny Kravitz, az új Lenny Kravitz album, jó, tegnap az új Slash albumot is meghallgattam ezen az alkalmazáson. Á, gyerekek, nem rossz. A gitár jó, én nem tudom megszokni az énekes, tehát, hogy... De mi, hogyha Slash gitárja szól? Nem, mert nagyon durva, csak... nagyon jó riffek vannak benne, de a Miles Kennedy csak akkor szeretem a Guns dalokat énekel. Tehát az, hogy... Ja, az Alter Bridge-ben is egyébként nagyon jó. Igen. Mondom, hogy a pénteki kitelepülésünkön lesz majd. Micsoda? Miles Kennedy? A World on Fire. Van egy-két jó dal. Van egy-két jó dal rajta. Na jó, mindegy, csak fura volt, hogy hallgattam, hogy félfüllel mondom, nem, 8 után valami nem ilyen típusú zene. Nem, nem akartam elenni a kenyeredet. Persze, meg nem akartam berakni, mert szerda van. Tudjátok, hova kell menni. Azért. Tudjátok, hogy mi szokott lenni, mert ugye megkérdezi, hogy mit rakjunk be, és akkor mondok 5-öt, á, ne, az túl, ahú, az hörgős, á, ne, az túl kevés, ne, Na jó, de olyanokat mondasz, hogy arra érted. Nincs valami rainbow. Nincs valami Van Halen Jump Europe. Atya úr. Na nézzük a közlekedési híreket. Veszprémben tejköd van és hideg. Ezt Kami küldte nekünk. Baleset a 8-as és a tapocai kereszteződésénél. Bufla is megüzente. Köszönjük szépen. Aztán Tétbelterületén a 83-as főúton rendőrök terelik a forgalmat. Fekete Bika üzente nekünk. Hatalmas frontális baleset van ugyanis. Ezt Tián is elküldte SMS-ben. Köszönjük szépen. Budafoki út a Rákóczi híd felé elesett, ez szinte egyébként minden reggel megtörténik, üzeni Zozó, és az M6-os 110-es kilométerén Budapest felé pályamunkások dolgoznak. Ez Preventív Robi küldte. Imádom ezt a nevet. És hát a kérdés, ami egy országot foglalkoztat, amiért tegnap este Vadon János telefonhívást intézett felém, és megkérdezte, hogy te tudsz-e róla valamit, hogy én magam tudok-e arról a hírről valamit, ami most már napok óta foglalkoztatja az országot. Mi a retek van a csatornáddal? A csatorna tisztítása? Tegnap? Nem. Senki. Hogy, de hogy? Nem, átvertek. Nem, hát nem. Volt, de hát ne, az volt, hogy tegnap jönnek. Nem, az volt, hogy majd szerzek valakit, nem. Aha. Alpinistát mondtam, aki mondta, hogy számoljam meg az ereszt, aztán majd visszajött, és mondta, hogy nem tudnak jönni. Aha, hát ezt nem hiszem. Átmegy egy kikotrom. Én is átföldobom a jelenyom. Az, hogy nem tudsz följutni, menj is létrám. Azért mondom, megyek, én is földobom, fölmászol a vállalkozók. Ketten együtt egyébként megcsináljátok. Tehát a nyakadba ül a Jani, fölmész egy kis seprűvel. Tudod, hogy van egy eresztisztítóm, amit én a Gyulának adtam. Kaptunk egy nagyon nagy ajándékcsomagot ollóval késsel, mondtam, ez nekem sose fog kelleni. Ez egy teleszkópos partvis, amit kihúzol, függőlegesen áll a feje ugye a botnak a végén. Aha. Igen. Hogy áll? Úgy. Vízszintesen, de vannak ilyen két kis kefe a két oldalon, ami lefele. Berakod az ereszbe, és szépen húzokat ott balra-jobbra. És kitisztítja az ereszt. Na, pont ezt a szerszámot adtam a Gyulának. Aha. Mondtam, Gyula, ez sose kell nekem. Örülök, hogy adhatok, vidd nyugodtan.
Azóta sem használta semmire, csak mindent begyűjt, hát ha jó lesz valami. Gyula már átalakított a hűtőszekrényé, vagy valami már lett belőle. Igen, Gyula nagy gyűjtögető. Azóta már behúzott rajta egy légkábelt a ház. Most nem volt eső, hát ilyenkor az ember ezen nem stresszel, tudod. Nem, hát. Majd ha újra jön az eső, akkor kicsit elkezdek ezen izgulni. A fal, a... Meg van a kép, hogy 2 hét múlva szerdán ilyenkor elbúcsúzol, fölültök a repülőgépre. Elindultok Afrikába, és még az utolsó SMS, amit kapsz, hogy egy 2 hetes zivatar érkezett, igen, vagy belőszakadás. Leszakadt az eresz. És leszakadt az eresz. És ott ülsz, érted, a Szerengeti Nemzeti Parkban, körülvéve, nem tudom, tehenekkel, vagy mik vannak ott, zsiráfokkal, és azt olvasod, hogy még mindig esik. Igen. Monszun-szerű felhőszakadás. Igen, Török Bálinton és környékén. Török Bálinton egy házat mosott a közeli nagyáruházra a víz. Meg kéne csináltatni. Megcsináltatom. Úgy örülök, hogy így aggódtok, értem. Ne, hát csak elsősorban nem érted, aggódunk, hiszen te kint leszel velünk a 35 fokban. Hanem a család. A család, aki itt marad, igen. Igen. Na jó van. Egy nagyon helyes magyar családról írta minap az egyik újság, és szeretném mi is egy kicsit velük foglalkozni, mert hogy állítólagosan az apa eszperantul beszél a gyerekeihez, ami több szempontból is furcsa, de maga a történet egyébként nagyon aranyos. Apa anya ismeri, beszéli az eszperantó nyelvet, és úgy gondolták, hogy ezt a csemetéknek is megtanítják. Hogy mi célból, mi okból, ez ugye jogos kérdés szerintem, mert ilyen nyelvet, hát nem is az, hogy nem beszélnek sokan, kérdés, hogy ezzel mire mész. De hogy állítólagosan a gyerekekkel eszperantó nyelven beszélgetnek, és hogy jön hozzájuk valaki, akkor ott is nagyon vidáman eszperantó. És ha nem tudsz, akkor is? Vendégükkel eszperantó nyelven beszélnek. Tehát ha nem tudsz és vendégségben mész, nem tudsz eszperantól, akkor is így próbálnak veled beszélni? Mert ez egy ilyen viszonylag halott beszélgetés. Ezt annak idején arra találták ki, hogy majd ez egy nagy közös nyelv lesz az emberiségnek, és mindenki használni tudja. Szerintem vannak 5 ma Magyarországon, igen, akik ezt nyomja. Na jó, 10. Az az érdekes, hogyha utána keres a nyelvenek az ember, akkor azt az információt is megtalálja, hogy 500 ezer és 25 millió között beszélik a nyelvet. Tehát picit nagy a merítés azért. Hogy érzitek, hogy mintha nem lennének friss információk ezt a Wikipedia azzal kapcsolatban. Azért egy kicsit tágba lőtt bele. 1 és 1 milliárd. Valahol. Valahol ott van a jó szem. De hogy miért eszperantó? Hát, hogy gyerekeknek te megtanítasz, igen, valamilyen nyelvet, akkor már nem tanítod meg, ha te beszélsz németül, vagy angolul, vagy spanyolul, még ha ezen nyelvekből is tevődik össze nagy részt, ugye van benne is spanyol, ez az. De hogy ezzel nem megy semmire a gyerek. Se, az ég. Az ég egy beszélni semmire nem megy. Jó móka, hogy valaki átjön hozzád, nem érted, és elmondod a gyereknek, hogy de jó lenne, ha elmenne, mert már rohadtul unom. Kezdjél már el sírni hangosan, fiam, mert akkor elmennek. Kezd már el megágyazni, akkor hátha veszik a lapot, és elmennek. De hogy ez tudod, egy helyes dolog, nem? Hát nem tudom, én nem tartom annak, mert hogy nincs itt, tehát hogy értelmetlen dolgot táplálsz be a gyerek fejébe, ha csak azért nem, hogy aztán ugye, aki egy nyelvet tud, az állítólag a többit is könnyebben megtanulja, igen, egy idegen nyelv után. Csak mondom, hogy például az urdut, de csak alternatívának mondom, az urdut például 100 millió ember beszéli. Tehát 5-szörösen vagy beljebb, még ha ott a nagyobb számot. Pakisztánban és Indiában elég nagy eséllyel értik meg, amit mondasz, ha urdul szólasz meg. Az eszperantó már véleményes. Most látom, hogy nem is egy újság írta meg, hanem egy hallgatónk küldte nekünk, és most kapom itt az információkat, hogy kinyomoztuk a családot. Tehát igazából ezt nem is mi vettük át, hanem megtaláltuk a családot, rosszul mondtam az elején. Nem volt könnyű egyébként eszperantó lakba ellátogatni, eszperantó falvába elmenni. Fura emberek laknak ott. Feladtak egy eszperantó nyelvű hirdetés, és csak egy család válaszolt. Igen. Egy család értette meg. A Népszabadság és a Magyar Nemzet különböző rejtett oldalain eszperantó szavakat rejtettünk elő, ezt kiszúrták és jelentkeztek. Feltörték az Enigma kódot. Igen, testvéreink ránk találtak. Hosszú hónapok óta keresjük ezt a családot. Hát, én ezt nem tudtam, van, akin eszperantó találkozók, te tudtad? Igen. Én is beszélem, te is beszélem, gyere el egy helyre, és akkor beszéljük meg együtt, hogy azt, amit mi beszélünk. Azért jó, mert nagyon otthonosan mozogsz a találkozó helyszínén, hiszen ez a saját lakásod, és akikkel tudsz találkozni, hogy eszperantó nyelven beszél, a saját családod. De ez olyan, mint egy ilyen bogár találkozó, hogy elmész, és kicsit mindenki vakít, hogy milyen szép a bogara? Már úgy értem, hogy az autó, vagy az alfája, vagy milyen szép az eszperantója, hogy odamész egy ilyen eszperantó találkozó, és villantasz egyet, hogy te tudod eszperantó nyelven, hogy mi az a sezlony? Igen, képzeljétek el. Tehát ez és akkor vakítasz egyet ezzel? Képzeljétek el, a múlt héten valaki megértett egy szót, amit mondtam. És akkor ennek így együtt örülnek. Na tessék, eszperantó beszédértés. Első óra. Aha. Én vagyok a tanár, ti vagytok a tanítványok. Készültetek?
Megcsináltatok házi feladatot? De várj, ez most mit jelent? Na most mindjárt kaptok egy kis szöveg. Amit kérdeztél, hogy készültetek. Hát, ugye, hogy nem is olyan nehéz az eszperantó. Nem vetted észre, 6 perc eszperantó nyelven beszélünk. Ugye, hogy nem? Te benne vagy a 25 millióban, aki tud. Basszus, tényleg, mi beszélünk eszperantóul. Engem. Én rákerestem, hogy legalább köszönni tudjunk. 67-es szöveg. Iam anto longe longe sur la monto pongrac vivis pastisto kiu havis belegan filinon Ester. Na, egy kedves Ferenc, nevű fiatal a szöveg. Egy pongrac nevű fiatalember indult el a köszönés után közvetlenül. Hosszan-hosszan, ugye volt egy szóismétlés benne előre. Aha. Te folytatod, Jani, te jössz. Annyi történt, hogy a pongrácra valaki nagyon haragszik, mert hallottam a szövegbe, hogy azt mondta, hogy szúrd már le. És tehát ott volt valami vaffér, aminek pongrác volt az elődizője, és valaki bosszút akar rajta állni. Si estis belega kiel vera feino. Si havis maldikán figuron, kaj gríz verdain okulain. Na, Ferencem, mit tanul? A beluga kaviár, mert úgy kezdődik, si beluga, a beluga kaviár. Belekeverjük egy kis grízbe. Így van, és a végén van a gríz hozzáadása, ez egy nagyon ősi inuit recept volt. Meg kell, hogy adjam az ötöst. Nagyon meg jó. Kell, hogy adjam. János, ne hagyja veszni a négyest, mert ő már csak négyessel. Én ja, bocsánat, azt is, bocsánat, azt is véltem kihallani az előző szövegből, hogy a fejét ne bántsd, Dikma. volt legalábbis egy ilyen rész benne, mert hogy az 8 napon túl gyógyul. Vizitabis la foiron en urbo gyergyó, kiesi renkontis charman lertan szikulan junulan. Aha, vigyázni kell vele, mert vannak székely rokonai, és sokan vannak, és bosszú álló hajlamok. Azt is mondta, hogy a medve nem játék. Ja, igen, ezt is mondta. Gyerekek, ez... Én rájöttem, hogy tudok eszperantó nyelven. Hát ez mindenki tudja. Nem és tudom, hogy melyik szó mit jelent. Is. Igen. Jaj, gyerekek, nagyon helyes dolog ez egyébként, komolyan mondom. Nem tehát, tudom, hogy én még nem aranyos. Érzem. Tessék, nem, nagyon helyes dolog. Hát gondold el, hogy van egy olyan nyelv, amit te és a gyerekek értenek, én imádnám, ha lenne egy ilyen. Tehát az, hogy te oda tudsz szólni úgy mondjuk a gyerekednek, hogy senki más nem érti, igaz. Vagy csak kevesen, hát nem mondd, hogy nem használnád azért ez ki nagy örömmel, hogy ülsz a 7-es buszon, hát ez zseniális. És ti ketten tudtok beszélgetni. Na, mindjárt megkérdezzük, hogy hogy jött ez az ötlet, mert hogy itt van a vonalban az édesanyja. Edith, jó reggelt kívánunk, hello! Jó reggelt, sziasztok! Hello, Edith! Saluton! No. Saluton, igen, készültetek, látom. Ah, ennyi. Erős túlzás. Dobroje útro. Igen. Edith, mióta beszélitek ezt a nyelvet, hogy hogy indult ez nálatok? Te beszélted is a férjed, vagy együtt kezdtétek el megtanulni? Hát ez úgy indult, hogy én gimis voltam, még így a 80-as évek elején, amikor az ifjúsági magazin hátoldalán megjelent egy-egy szám oldalán egy kis tanfolyam, mini tanfolyam, és akkor találkoztam, hogy ez nagyon tetszett, beleszerelmesedtem a nyelvbe, de egyedül tanultam, aztán ugye ez ilyen mindig így lelohadt a lelkesedésem, mert egyszer magam voltam. Aztán amikor így találkoztam egy társasággal, mondták, hogy milyen tanfolyamra menjek, az nagyon tetszett, és ők vittek el egy ifjúsági világtalálkozóra Lengyelországba, Krakóba, 1987-ben, ahol megtapasztaltam, hogy ez tényleg működik. Ott volt 1000 fiatal, 50 országból, és ott teljesen lazán mindenki eszperantól tudott beszélni egymással. Ez nagyon megfogott, nagyon, nagyon bulis volt a dolog, koncertekkel, kirándulásokkal, tehát nagyon jó volt a hangulat, és ott találkoztam a férjemmel, aki egyébként szintén magyar, de ő is ott volt ezen a kongresszuson. Ő pedig még az általános iskolában tanulta a fizika tanárától, mert szerette a fizikát, és a fizikatanár indított egy eszperantó tanfolyamot, és így került ebbe bele. Már diákként sokat utazott, és akkor, amikor mi így összetalálkoztunk, nagyon sokat utaztunk az eszperantóval, rengeteg rendezvényen vettünk részt, rengeteg barátunk van szerte a világban. És akkor hogy jönnek ebbe a képbe a gyerekek? Hát úgy, hogy amikor már úgy gyerekeket szerettünk volna, így végig gondoltuk, hogy most akkor vagy nem utazunk, vagy itt hagyjuk a gyerekeket a mamára, vagy ha visszük őket, akkor most ők mit fognak abból érteni. És más példákon tanulva, tehát aki már így idősebb volt, és ezt már végigcsinálta vele mondjuk az édesapja, megkérdeztük, hogy figyelj, Nóri, akkor volt 20 éves egyetemista, jó volt neked, hogy apukád eszperantó beszélt hozzád, és
mondta, hogy persze, neki ez nagyon-nagyon jól bevált. Nehezebb, mint másik nyelv? Mint az angol, vagy a francia, vagy mihez lehet hasonlítani? Ugye tudom, nyilván több nyelv. Olyan kérdés, ugye, mert könnyebb megtanulni, mint úgymond a hagyományosan tanult nyelveket. Én arányosítva szoktam mondani, tipikus kérdés, hogy mennyi idő alatt tudok megtanulni eszperantul, hát mennyi idő alatt tudsz megtanulni németül, azt oszd el kettővel vagy hárommal, és annyi. Tehát ha valakinek 6 év kell egy német középfokúhoz, akkor arányosan mondjuk itt 2-3 év is kell. De ebből lehet nyelvvizsgázni ugyanúgy? 1966 óta lehet nyelvvizsgázni belőle. Diplomához akkor jó? Ugyanolyan feltételeken az összes többi nyelvből. Ugyanez most divat lett. És akkor ültök a 7-es buszon, vagy mentek, ahol csak akarjátok, hogy nem értse, akkor eszperantóra váltatok, és akkor vidáman beszélgettek? Hát, nekem ez a rész tetszik a legjobban. Gyerekek szoktak ilyet csinálni. Mekkorák a gyerekek? Bár egy picit. Már nagyok, 20-17 és 14 évesek. Aha. Mindegyiknek én úgy láttam, hogy nagyon megkönnyítette a többi nyelvtanulását, tehát azóta angolul, németül megtanult a fiamát. Hogy hívják a gyerekeket? Anikó, Bálint és Csabi. És volt, hogy Bálint odaszólt Anikóhoz a 7-es buszon, és mondta, hogy úristen, Anikó, ez a néni nagyon büdös, mondta ezt eszperantó nyelven. Hát szerintem akkor kicsit voltak, amik csináltak ilyet időnként, de buli volt. Na jó, hát akkor most már nagyobbak, hogy mondj be fals szerintem címet. Ne add meg a telefonszámodat, mert a mama nagyon mérges lesz. Igen, tehát ilyen van. Viszont így a műsor elején a felkonferenciában nagyon-nagyon látszik, hogy mennyire nincs információ az embereknek, mennyire nincsenek képbe avval, hogy mi ez a dolog. Na hát most le vagyunk szúrva, úgy érzem. Picit. Na most igen. Leszünk gyerekek helyretéve. Így áll az ember a hol. Aja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 j
emberek, hogy így jönnek futószalagon az emberkék, csinálják a nyelvvizsgához, vagy a diplomához a nyelvvizsgát, azt úgy, ahogy van, elfelejtik. Nagy részt ez igaz, de hozzáteszem, hogy más, tehát, hogy másból ugyanúgy elfelejtik. Tehát aki nem használja... Na jó, hát nyilván azért mondtuk már, hogy könnyebb úgy levizsgázni eszperantó, megcsinálja, nem akar semmit, és akkor megszerzi a diplomát. Én csinálnám, tehát én biztos vagyok benne, amikor hozzám jön valaki, hogy kéne nyelvvizsga... Jó, hát te nagyon elszánt vagy, én azt hallom hangodon, hogy te neked ez küldetés. Próbálok lebeszélni arról, tehát elmondom neki, hogy mi mindenre használhatja, és próbálom lebeszélni arról, hogy én ugyan meg nem tanulnék egy olyan dolgot, amit utána így a fiókba is. Okay. Tehát ez hülyeségnek. Igaz, hagyjuk ezt. Igazad van, ez hülyeség. Aki hülye, az megérdemli. Mondom neked a mondatot. Szeretnél belehallgatni az eszperantó nyelvből. Ez így mehet, hogy én mondok valamit, és azonnal fordítod? Vagy az lehet, én is készültem, sok mindennel készültem, de lehet az is, igen. Szép mondatokat is írtam. Ilyen, hát azt tőlünk ne várjál nagyon. Ja, ezért egy feladványokat is mondok nektek. Na, tessék, akkor indítsuk a feladványokkal. Jöhet az első. Nagyon könnyű. Igen? Le kell fordítani magyarra. Igen? La elefanto estas granda. Az elefánt egy nagyon nagy állat. Hát nagy, igen. Nagy. Hát, igen, csak ő tudod, tehát ízlésesen fogalmazza meg a Balázs. Hát én még kicsit hozzáteszek egy kicsit. Mm-hmm. Hát még egy kicsit tovább. Dobtam la auto estas rapida. Gyors, az nagyon gyors. Az autó nagyon gyors. De jó. La programo estis interesa. A programozók mind hülyék. A program érdekes. Ja, tényleg a program érdekes. Ja, francba, igen. Aha. Na? Egyébként még csak egy ilyen eszmefuttatás, tehát, hogy miért apanyelv, hogy tehát egy olyan szituba kell belegondolni, ha például egy magyar fiatalember kint dolgozik Olaszországban, beleszerelmesedik egy olasz hölgybe, összeházasodnak Olaszországban, telepednek le, és gyerekük születik, akkor nyilván a gondolom, hogy a magyar apuka célja, hogy azért valamennyire átadja a magyar nyelvet annak a gyereknek. Tehát ő magyarul fog beszélni a gyerekkel, azon kívül ő rajta kívül ott valószínűleg más nem, csak néha, ha jön a nagymama, vagy ha eljönnek Magyarországra, vagy ha jönnek magyar barátok, és kb. Így kell elképzelni ezt is, hogy... Ez neked ilyen küldetés azért, ahogy hallom, tehát ebben van egy ilyen erős... Igen. Messiás tudat is azért, ahogy látom, szóval, hogy ez neked azért több, mint csak egy nyelv. Igen. Tehát én nekem nagyon. És akkor jártok ilyen Star Wars találkozó jellegű dolgokra, mint például, hogy elmentek, nem tudom, és akkor a komolyító mellett van az eszperantó találkozó, ahol ti találkoztok, és akkor mindenki eszperantó nyelven cseveg? Gondolom, ezt így kell elképzelni, nem? Nem így kell elképzelni, úgy kell elképzelni, hogy rengeteg rendezvény van, és mindenki a saját érdeklődése meg a beállítottsága szerint megy el. Például most szeptember végén lesz egy ilyen kirándulós hétvége Horvátországban, ahol arról van szó, hogy összejön, mit tudom én, 30-50 ember,
különböző országokban, nyilván földrajzilag meghatározott, hogy azért az a környék, hogy az 1000 kilométereket... Az nem állt egy kirándulásnál, hogy... Az jó, az fontos, hogy egyébként. De van ifjúsági találkozó, ahol... Mennyi idő alatt szúrják ki, ha én elmegyek egy ilyen találkozóra, és hogy nem beszélem, ha bedobok olyan szavakat, amik ugye hát nyilván csak ő arra gondol, hogy valószínűleg ő nem ismeri, és ő magát tartja kicsit butábbnak. Hamar kiszúrják? Nem, ez nem így, tehát, hogy bárki elmehet egy találkozóra. Érdeklődik, kezdő is elmehet, és mindig vannak tanfolyamok is, tehát azért ezt lehetővé kell tenni. Hogy van az eszperanto nyelv, hogy bocsánat, először vagyok itt, hol van a budi? pardonu, mi estas la unuan folyon, ci tie, kie estas la necessitas. Hát mondjuk én ez alatt az életemet elmondom, meg konkrétan bepisilek, mire ezt a mondatot elmondom, de nagyon szép. Egy kicsit lassabban, hogy azért lehessen érteni. A folyjon szó az ott. Hát a WC folyikja. Nem, az a necessario. Az, ó, de szép. Egyébként nagyon szép, kicsit olyan, mint a tündenyelv olyan, vagy ahhoz hasonlít egyébként. Egyébként van benne valami. Nem olyan, a tündék beszéltek így a Gyűrűk urában egyébként. Nagyon szép. Hogy van az, hogy az erő veled van, Luke? La Forto est a Kunvi, Luke. La Forto, hogy van? La Forto? La Forto estas cun vi. La Forto estas cun vi. La Forto estas cun vi, Luke. És itt nem tudom, hogy azt tudjátok-e, hogy mekkora irodalma van, meg mekkora kultúra van mögötte. Mert ezt azért úgy kiszokták hagyni. Én tudom. Te rohadt nyallert, te rohadt streber. A Jani tudja, egy órája a Wikipédiát olvassa. Két irányban megy a dolog. Az egyik a fordítások, tehát a világirodalom összes jelentős alkotása le van fordítva, és a másik irány az pedig az eredeti irodalom. Tehát amit eredetileg Esperanto úr írtak. Ennek egy rakat zenei CD együttes, színházi előadások, tetszik ez a fajta megszállottság? Tetszik, komolyan mondom. Mostanában pedig az internet az határtalan lehetőséget biztosít, tehát igazából nincsenek korlátok. Tanulás szempontjából is egy nagyon nagy előny. Uh-huh. Hozzá lehet jutni anyagokhoz, meg csetelni lehet eszperantóul másokkal. Uh-huh. Hát mint minden nyelvet, igen. Hogy van az eszperantó nyelve, hogy mindenem a zab? Mindenem a zab. Mi a kio ezt az aveno? Zaveno. Mi a kino? Csio az a minden, és az aveno az a zab. De most úgy tűnik nekem, hogy ilyen vizsgáztatás folyik. Dehogy is, nem. Csak tudtál ezt a mondatot, én napokig fogom majd nekik mondani, hogy mi a csio aveno. Mindannyian a saját érdeklődési körünknek megfelelő csapásba haladunk tovább. Hogy van az például, hogy ugye elmúltál 18, nem szeretném, ha baj lenne. Mi most utazunk el külföldre. Hogy van? Bocsánat, mondd még egyszer? Ilyen, ezt a szuper dekok. Minden sászusz kell nihávú problémoim. Hagyjad, inkább üld le. Inkább menj börtönbe. A szuper lökokot, azt értettem. Egyébként nagyon szépen hangzik. Gyönyörű nyelv. Önmagában egyébként nagyon-nagyon-nagyon szépnek tűnik. Igen. Na jól van. Hát érdekes volt. Örülünk, hogy rátok találtunk. Jó, köszönöm. Még egy olyan érdekesség, hogy vannak nemzetközi párok, mert mi ugye annak idején külföldön találkoztunk, de mind a ketten magyarok vagyunk, de amikor ilyen francia-magyar, lengyel-flamand, német-francia párok jönnek össze, közös nyelvük az eszperantó, tehát náluk a házasság közös nyelv az eszperantó, és a gyerekhez mindegyik a saját nyelvén beszél általában, ez a... Például is a gyerekre így rára van. Rohadt magányos lennék ott karácsonykor. Aha. Azért elkeverednék egy három nyelv. Hát aztán nyilván egy idő után megtanulják egymás nyelvét is. Hát nyilván, persze. De azért érezték ki, amikor összejön egy flamand és egy inuit, és három évig nem beszélnek egymással, csak mutogatnak. Igen. Edith, nagyon szépen köszönjük, örülünk, hogy beszéltünk. Aki további információra kíváncsi, ez a www.esperanto.hu. Nagyon sok mindent nagyon megtalál. Nagyon. És akkor szeretnék elköszönni. Gisla revido, cara jauscul tantoi, mide ziras alvi agrablan tagon. Szent pluvo. Eső nélküli kellemes napot kívántam. Jaj, nagyon szépen köszönjük. Csiambonan. Csingacsbuk. És nagyon szépen beszélsz magyarul is. Edith, köszönjük. Ciao, hello. Na. Ő tényleg hisz a gyerekek, ebben van Antóban. Edith be van a vitamin, nem? Figyelj, olyan elvánnal voltam, minden ügynek egy ilyen képviselő kell.
Gyerekek, ha ő vinné ürömügyét, nem vagy körforgalom lenne. Ha egész ürömügy, ahol egy körforgalom lenne már most. Abu Dhabi elbújhatna. Öt emeletes felüljáró. A Burj Al Arab már a múlté lenne, ha Edith vinné ürömügyét. Mindenki üröm felé akarna menni. Bármerre is halad, bármit is akar elérni, üröm, az biztos, hogy egy célállomás lenne. Nem arra laknék, de arra mennék haza. Tehát az egész biztos. És ott nem akarnál lakni. Gyerekek, miért nem ilyen emberek? Edith miért az eszperantót képviseli? Miért nem az ürömi körforgalmat? Komolyan mondom. Vagy az államadósságot, vagy bármit, érted? Hát micsoda lenne? Nekem mindig szimpatikusak voltak azok az emberek, akik elveszett ügyeket képvisel. La farte erta vin kin vin luk. Aha. Hírek jön? Átossa? Fél 9 múlt pontosan 4 perccel, jövünk a 3-as ugrással a hírek után. 3-4-9 múlt 2 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek! 83-as útét belterületén baleset van, egy elég nagy baleset ráadásul, és terelés is, úgyhogy ott mindenki erre készüljön. KPM ellenőrzés a Kopaszi gát bejárata előtt, a Budafoki út felé, ezt pedig Ádám küldte nekünk. Hatalmas dugó az Üllőin, vecsésen a sor vége, valaki elállította a lámpát az Ecseri útnál, ezt több napja kapjuk egyébként, igen. Bárki is állított, bármit csinálja vissza, mert most sokkal rosszabb, mint ami volt előtte, ezt többen írták. Jászberényi és Nagykáta között már nincs baleset miatti lezárás, de Jászberénytől Heves felé rengeteg útépítés miatt félpályás lezárás van, össze-vissza hangolt lámpákkal. Andris küldte nekünk, köszönjük szépen. Ha tényleg elintézitek a körforgalmat, nagyon hálás leszek, írja Béla Mackó, azt mondtuk, hogy azt holnap folytatjuk. Na, helyes volt ez az eszperentó dolog, nem? Aranyos volt, és hát tényleg az az elán, az a lelkesedés, az a hihetetlen PR érzék, ami elő rendelkezett. Edith nagyon tolta. Imádja. Igen. Szonyat, jó volt. Képzeljétek el, hogy elgondolkodtam valami, gyorsan, ezért tényleg csak egy fél gondolat, hogy a Oven bácsi és Berulini kapcsán jutott az eszembe, hogy szerintetek ugyanaz az ember találta ki a Bebe, a Kiki és a Lala művész nevek? Szerintetek ugyanabból a kút fölül pattantak ezek ki? Mert hogy Back to Black? Nem, hogy Bebe, Kiki, Lala. Van még valaki, akinek ilyen? Nincs ugye? Nincs ugyanaz a két szótag. Bebe, Kiki, Lala. Nincs. Bebe, Kiki. Ugye az már a... Igen, minden. Hát ott a körbe zárult. Tehát ott itt érzem az én Kiki van jön. Már, Kiki van már. Bebe! Legyen Bebe. Aha. ABC, CBA. Nagyon jó. Kiki. Uh-huh. Az már van. Bebe. Meg vagyunk. Aha. Lala. Hát igen. Ő a Cosmix, ugye? Aha. Igen. Cosmix-os Lala volt. A Bebének azt hiszem ugye a Bebe Dániel. Igen. Így hívják, hogy a családnévből lett a Bebe. Még téged sem irigyellek azért, hogy ilyenek gondolkozol. Tehát azért én még mindig, mert én tenisz eredményeket néztem, de azt gondolom, hogy akkor én még egészségesebb vagyok. Kimentem megenni a Rudimat, illetve megnézni, hogy megvan-e, aztán pedig örömmel elfogyasztottam. Igen, hát azért is hoztam reggel a zapkását, hogy ne fanyalodj rá a Rudimra. És akkor így közben így beugrott, és így szeretem így ilyen mélyebb rétegződéseiben vizsgálni a dolgokat, és mondok még egyet, arra szerintem nem emlékeztek, igen? Ő a Momó volt. Momó! Tényleg! Volt egy félrefordított baseball sapkás, amikor én elsős gimnazista lettem, 92-93, egy popstar volt itthon, Momó. Hogy aztán belőle mi lett felnőtt korára, nem tudom. Most már valószínűleg nem énekel, de ő Momó volt. És a Sasa? Sasa! Na! És Koko? Ő nem énekel. Hát, ja, jó, hát. Na. Meg egyébként is. Igen. Most, igen, hát ő sportoló, nem egészen indik ebbe a körbe, de hát csak mondom, hogy azért van egy-kettő. Momó, Sasa, Lala, Kiki, Bebe. Te betéptél az aptól szerintem. Kész, ez teljesen kész. Biztos, hogy benne. Folyamatosan érzem a szénhidrátot, ahogy szívódik. Egy ilyen lassú felszívódási szénhidrát. Szerintem betéptél a szénhidráttól. Egyébként ez van. De mondtunk még egy csomót neked, igen. Cici? Jöhet, de most ezt miért kell? Jöhet, minden mennyiségben. Írják meg a DJ Bobo. DJ Gaga. Na jó, Gaga, igen, meg Gigi is van, ugye, igen. Gyerekek, hát tele vagyunk ilyen nevekkel. Igen, a hármas ugrást játszunk már is valakiben. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. És eszembe jutott Feri régi művésznev is, a Tütü. De csak a szoknya miatt. Halló, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, sziasztok! Lajos! Hello, Lajos, jó reggelt! Honnan hívsz minket, Lajos? Budapestről. Budapest!
Budapest. Szépen jártunk már. Igen. Hát egyszer-kétszer. És azon belül honnan? 17. kerületben vagyok. Ó. Rákos Csabán. Ja? Rákos. Ott vagy a közelünkben. Rákos Csabán. Jól van. Milyenek a kérdések, Jani? Az első kérdés ugye most BL-es, egész héten minden hát nap az első kérdés az a BL-hez kapcsolódik majd. Hogyha figyelitek a rádiónak az adásait, illetve a reklámblokkokat, akkor tudjátok, hogy miért. Meg, hát aki mondjuk egy picit is érdeklődik a labdarúgás iránt, akkor az most tudja, az már BL lázban ég valószínűleg napok óta. És már voltak egészen jó meccsek. Tegnap például ugye a Real kitömte a Bázelt 5-1-re, már az első fél időben 4-1 volt az állás. Aztán egy picit megpihentek. Nem láttam, nem nézek ilyen meccseket. Most legalábbis ebben rád szeretem, de ezt most el is felejtettem. Azt szoktam nézni. Lajos, mehetünk? Mehetünk. Mehetünk, várom a kérdést. Így szól az első kérdés, dedikált nyakba akasztóért. Melyik magyar labdarúgó klub szerepelt a 95-96-os Bajnokok Ligája sorozat főtábláján? Hát ez könnyű, az a Ferencváros. Így van. Történelmet írt akkor a Fradi. Így van. Akkor is. Na. Megyünk tovább, dedikált egér alátétért, így szól a második kérdés. Melyik kontinens egyik folyója az Eufrates? Húha, segítség kell, ne jelent, megkérdezem. Eufrates, Afrika. Nem, egy picit. Mit picit mondtál volna, jobbra, ha nem a feleségedre hallgatsz? Akkor Ázsiát. Így van. Hát, sokszor van a nőknek igaza, de nem mindig. Hát így jártunk, ez van most már. Ha szemben állsz a földdel, akkor kicsit még keletre. Tehát, hogy tényleg, Ázsia bizony. Hát így jártunk, sajnos gyerekek, ez van. Hát most mindig kell a nőtre hallgatni, tudod, a női megérzés, most nem. No, sokszor egyébként az bejön, sőt, a legtöbbször bejön, most sajnos nem. Sajnáljuk. Nem, egy élmény volt, legalább játszottunk. Lajos, bumozni nem is tudsz, ugye, mert a második kérdés után buktad, nem a harmadik után. Legközelebb, jó? Megpróbáljuk. Jó, Rándor, köszönöm szépen a lehetőséget, szervusztok, szép napot. Köszi a játékot, ciao, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Ez a harmadik kérdés, ez most már neked így szépen megmaradozik, mert most már negyedszerre mented át egyébként. Nem is baj, ahogy elolvastam. Igen, de már volt, amikor nem voltál hétfőn, akkor is ez volt a harmadik kérdés, aztán tegnap nem ezt hoztad, de ma megint visszatetted. Figyelek. Igen, csak hát most egy picit nehéznek bizonyult a második kérdés, ahogy Vágór mondaná. Eufrates. De szép. De sajnálom. Sumér akád. Igen, és sem mindig ezt mondta. De sajnálom. Tudod, és álltam mellett, és tudtam, hogy már az ebédjére gondol. Imádtam vele dolgozni. Mezopotámia. Ő nagyon nagy forma, imádom. 6 perc, ma pontosan 9 óra jönnek újra a legfrissebb hírek, mi pedig itt vagyunk a hírek után. 9 óra múlt 9 perc, jó reggelt minden klassz hallgatónak, itt vagyunk. SMS számunk 06 70 645 000 000. Ide várunk friss közlekedési híreket, van is egy-kettő. Ha nem baj, szemezgetnék bele. Legyen. Én kérni szeretnélek rá, hogy szemezgetek. Ellenetekre, nagy uraim, vezéreim, bajnokaim. Beszéltél ma valakivel már? Szőröm, nagy uram, vezérem. Azt mondja, hogy trafipaxolnak az M3-as végén Sün Balázsék, a 267-es kilométernél, valamint a 203-as kilométernél is, Budapest irányába felüljárónál. Csorna belvárosa elesett, óriási torladás van, daruzás miatt egy sáv járható. Ezt Zoli küldte nekünk, úgyhogy az M3-as kivezetőn a felüljáró közelében csak óvatosan menjen mindenki. Mérik a sebességet a 21-es főúton is, Salgótarjánból kifelé. Ervinke üzente nekünk, Tét belterületén baleset terelés, ez a 83-as utat érinti, valamint KPM ellenőrzés a Kopaszi gát bejárata előtt a Budafoki út felé, ezt pedig Ádám küldte nekünk. Köszönjük szépen. Gyerekek, ez a Bon Jovi, ez mindig jó, nem? Komolyan mondom. Most mi van? Nem, tökéletesen igazad van. Egy olyan zenekarról beszélünk, aki gyakorlatilag egy dupla albumot úgy össze tud pakolni a pályafutásából, hogy minden egyes számot ismered róla. Igen, és minden egyes szám zice. Szerintem tökéletesen igazad van, hogy ezt felvetetted, baba. Igen. És neked is fefe. Igazad van, cucu. Nem, én jaja. Igen. Hali srácok, hallottátok, hogy állítólag megszűnik a NAV? Én kaptam tőlük egy levelet tegnap, amiben azt írják, hogy utolsó felszólítás. Jó duma. Mekkora duma. Parkettás küldte nekünk. Tegnap éjjel 23-25-kor három baromi fényes gömböt láttam. UFO? A Balatonnál déli irányban. Látta valaki más is? Nagyon erős narancssárga trapéz alakú fénycsóval. Kicsit úgy hangzik, mint ezt én mondanám, nem, ez egy SMS író volt, tehát ezt nem én mondtam. Na!
hallom én. Ja, gyerekek, tudom, hallom miről én. Akarsz beszélni. Mm-hmm. Tudom. Hát tudom, te csak itt titokban megcsalod itt az alvásokat, és elmész autót vezetgetni, meg itt közben. Itt te mindenféle gyorsulási versenyen veszel részt. Következő a helyzet, srácok, és már akartam is kérni egyrészt a tanácsaitokat. Hát Jani, rád kevéssé tudok számítani autóvezetésben. Hajrá, Feri! Köszönöm szépen, ezt várta el a szakvezetés. A másik pedig, hogy esélylatogatásba bele kéne csapjunk, ugye Sárváron leszünk pénteken, és én, hogy jövök visszafelé, megállok a Festői Zsámbékon. Na. És az a helyzet, hogy beleteszem magam egy csodálatos gépjárműbe, és az a kérdés, na, hogy vajon egy korábbi válogatott focista gólrugáshoz hasonló. Igen, ő Hajdú Attila kapus, azt hiszem, ha jól tudom, kirugás, ugye? A jó szó, amit keresem. Kirugás. Igen, ezt használd majd pénteken, bárkik is lesznek körülötted. Berugás, kirugás, jó, megvagyunk? Tehát kirugás, a labda kirugása, és a Nissan Nismo az vajon hogyan tudja egymást legyőzni, avagy sem. Hát, ha szemből lövi és belövi a szélvédőt, akkor ő nyer. Ha oldalról, annak a Nissan nem fog örülni. Itt a lényeg az, hogy ő fölrúgja a labdát, és neked előbb kell elérned egy pontba, míg a labda leesik? Így van. Tehát padlógáz nulláról indulok, nagyon nagy gáz, ez ugye egy eléggé izmos verda, odalépek, és én fogok hamarabb odaérni, és utánam pattan le a labda. Hát, szerintem ez nem rajtad múli. Hanem kin. Hát ki? Nekem a reakció. Ha nem, hogy Attila eltöri a labdát. Ja, hogy eltalálja. Te felfele lövi a labdát. Ne, előre. Aha. Akkor ugye sokat van a levegőben, te gyorsan odaérsz. Ha előre lövi a labdát, akkor szerintem a labda gyorsabb. Igen, de ha kicsi ívet adsz a labdánk, akkor hamar a földet ér. Érted? Tehát itt, hogyha nagyobb ívet ad, akkor nem megy messzire. Ha kicsi ívet ad, hamar földet ér, tehát neki nagyon jól kell. Még izgalmas az lenne, hogy a Hajdú vezetne, te pedig rúgnád a labdát. Tehát én ezt így csináltam. Igen, azt hiszem megvan, hogy ki nyert. Nem tudom, Attilának van-e jogsia, de ezt így kellett volna, hogy ő vezet, te pedig labdát. Előre néz, hátrafele rúg, ez lenne a Ferinak a technikát. Mekkorát kicsit rúg egy kapus? Hány méter egy focipálya körülbelül? Mert azt át tudják rúgni, láttam egyszer egy olyat, hogy berúgott átrúgja. Egy gólt. Hát ilyen 90 méter, 100 méter körül van. Most az Attila, kaputól kapuig, nem tudom pontosan. Attila klasszis kapus volt, aha, és de már egy ideje ugye visszavonult. Ő klasszis kapus, hát, én klasszos műsorvezető, figyel. Érted? Ez se lőd, de pénteken, majd ha sokan vannak körülötted. Ez egynek jó volt, de kettő ne legyen benne. Most hallottuk pénteken, ezt már előtt, és hát bízunk benne, hogy sokat felejtett. És figyelj, te padlógázzal elfüstölheted a kuplungot, bármit csinálhatsz? Egyes fullgáz, kikönyököl a hajtókar 7000-es fordulatszám? 90-ig egyesben? Mondod, föl, én úgy tolnám. Mert én nem a saját autójával indul. Ja. Hát azért tolom. Azért fogod elégetni a kuplungot. Tehát 7000 és azonnal kilősz. Ez egy nagyon menő autó? Tehát, hogy ez egy irgalmatlanul gyorsuló? Ez egy izmosnizmó. Aha. Fűvön, vagy aszfalton mentek, mert ez sem mindegy. Aszfalton ugye? Megyünk, ez egy ilyen gyakorló pár. Ez tudod mi? Ahol a Balázs megmérkőzött, és kiváló győzelmet. Ja, tudom. És kiváló győzelmet arattam Jensen Button felett, ugye? Erre már azóta így emlékszünk. Bizony, ott nem ez történt, de azóta ez már megszépült. Igen, valaki csalt, és veszítettél. Így van. A Button csalt, és én veszítettem. Igen. Na, ugyanott lesz, tehát aszfalt csík. Ő nem szokott aszfalton rúgni, ő fűvön rúg. Én viszont mindig aszfalton megyek. Újabb egy pont ide. Mi a fogadási ott? Hát ők a bajnokok ligájának a sponsorai. Figyelj, én teszek a labdára. De hogy ráteszel pénzt? Hát jaj, nem, én teszek a labdára. Figyelj, engem ez egész nem érdekel, teszek a labdára. Nem. Úgy értettem, hogy te mire teszel? Jól vezetsz egy labdával. A reakcióidőt tök függ majd. Hát így adásban Feri reazdásunk kívül, meg az Attilára nyilván. Nagyobb milyen a reakcióidőd? Tessék. Tapsolj, amikor tapsolok. Jézus Isten, és ez alatt én kilőttem a stadionból a labdát. Hát itt hogy? Hát itt a reakcióidő múlik. Aha, mert a labda azonnal kilő egy bizonyos sebességet, te viszont álló helyzetből indulsz, tehát te indulsz majd kevésbé hátrányos helyzetből ezen a pénteki megméretetés, vagy hát a hátrányos helyzetből, úgy mondom. Milyen labda? Milyen labda? Foci. Aha, az fontos. Standard foci labda, keményre fújva. Aha. Nem, egy Wilson kosárlabda. Egy medici labda, amiben bele kell rúgni. Miért megvan határozva, hogy milyen labda? Hogy gumipöttyös, akkor lehet, hogy van esélyed. Automata kocsival lehet gyorsabban gyorsulni, vagy kéziváltóssal? Hát figyelj, igazából nem váltasz, mert itt egyesbe mész, tehát a végén fogod ezt elváltani, szerintem ilyen 90-nél, vagy 80-nál, nem tudom mekkora motor, mert mekkora egy 6-os, 2000-es, nem tudom, nyilván valami... Szerintem itt nem mit váltani nagyon nem kell. Tehát 80-90 méteren te végig tudod egyesbe. Ha már váltasz, ne váltsa üveghangon. Igen? Köljön ki a hajtókart. Igen, nem az enyém.
Aztán olcsó pénzért átveszük az autót. Gyorsan megveszünk. Na, itt van velünk Hajdú Attila, aki majd rúgja a labdát. Hello Attila, jó reggelt kívánunk! Sziasztok! Hello! Ugye, hát Hajdú Attila egykorom válogatott labdarúgó, kapus, ugye. Na, te leszel ott pénteken, aki rúgja a labdát, ugye? Ezen a kis Nissan kontra focilabda versenyen. Igen, ez én leszek, ez a személy valóban. Egy vagy két lábas rúgó vagy, Attila? Hát én azért tudtam mondani, hogy én a bal lábamat támaszkodásra használtam a helyzetások során. Én jobb lábas voltam. Újabb lehetőség, igazán. Feri. Aha. Igen, az sem volt igazán képzett, mert az a hazaadás szabályt nap mint nap látok a tévében, ugye a mérkőzés néztek, hogy a kapus nem foghatja meg kézzel, az én párfutásom mázi közepén érkezett, én addig megfoghattam a hazaadásokat. Így aztán nem vagyok túl képzett rugó. Aha, ez jó hír. Az mindenképpen jó, hogy mekkora egy focipálya? Ott én 90-100 métert mondtam, mennyi hosszában, mekkora egy... Olyasmi, ugye? Olyasmi, ez 100-110 méter a hossza. De hát egy kirúgás ugye nem szokott ilyen hosszú lenni, egy kirúgás az hát sok mindentől függ, de általában egy olyan 60-65 méter, amit ugye a 16-osról rúg ki a kapus kézből, hiszen én ezt a kirúgás kézből fogom elvégezni. Hoppá. Ez jó. Ez jó esetben ugye a másik térfél közepén embert is talált, tehát saját játékot is talált. Olyan volt nagy fölőtted, és a szél visszafújta, és gól lett? Ilyen nem volt még? Ilyen nem volt. Olyan volt, hogy szöglet érintés nélkül egy edzőmeccsen befújta a szél a kapuba, de ilyen kirúgás nem volt. Én ezt tévén láttam ilyen eseteket. De rátapintottál a lényegre. Én azt gondolom, és az első pillanatban úgy éreztem, hogy az autónak semmi esélye a labdával szemben. Én is inkább a labdára tennék. A körülmények azok lényegesek, hiszen a szél, az egy szembefújó szél, az ugye alá kap a labdának. Az a labda na most az pénteken nem lesz. Akkor semmi esélye felé. Én sem ezt gondolom. Most mennyivel megy egy ilyen labda? Mit 180, 90? Vannak, nem, az sokat mondtál, vannak erre számok, ezt is az UEFA számolta ki, aztán pont a legutóbbi évben az 38,8 méter per szekundó, az 140 km per óra. Ez mondjuk egy olyan labdának a sebesség, ami a kapu felé tart, tehát ugye arra ment ki ez a kísérlet. Aha. Hogy milyen erősen jönnek a kapu felé a lövések. Ez ugye földről volt elvégezve, ez egy lövés volt, de azt gondolom, hogy azért ilyen 100 és 130 között azért számolhatunk egy ilyen kézből kirúgott labdánál. És az a baj, ugye, hogy te megrúgod a labdát, az gyakorlatilag egyből földgyorsul, míg én a kocsival, hát azért nekem kell egy 4 másodperc százig ezzel a Nismo-nak. Hát igen, figyeljetek, az van, hogy előtte isztok egy fröccsöt, aha, az rajta ront, rajtad segít, és akkor... Addig kicseréljük a labdát egy medicin labdára. Beraksz, ami rohadt nagy medicin labdát, igen. Ennek az elmélet egyébként is nagyon sokat gondolkodtam, szerintem nagyon érdekes kísérlet lesz, és a vége az lesz, hogy arra döbbenünk rá, hogy a maga nevében mind az autó és mind a lab is milyen rohadt gyors. De valóban ez úgy van, a labda gyorsan indul, hamar lassul, míg az autó ugye álló helyzetből lassabban indul, viszont folyamatosan gyorsul. Tehát a kérdés az, hogy mennyi időt tart a labda a levegőbe. Így hát akkor én lepöttyintem magam elé 3 méterre, és akkor... Jó, hát csalni nem ér, haló. Egyébként igen. Ez melyik Nissan? Mivel ez a Nismo? Vagy te melyikkel? Remélem, hogy a GTR, tehát igen? Mert van egy ilyen versenygépjármű, az azért oda tud pirítani. Az elég cudar. És hát van a GT belőle, igen. A GTR, nem tudom, hogy van GTR is? Van. Igen? Az komoly, hát az sok, több száz lóerő. Attila, és nálad ezek a feltételes reflexek, mint kirúgás, akkor is működik, hogyha mondjuk nem látod magadtól 50 méterre telekmancit? Mert akkor elhozzuk pénteken, azt gyorsan bábozik ott neked kettő. Szokatlanabb lesz, Ivan. De hát a Feri kérnem is arra, hogy ha véletlen megriadna itt a rajtra, akkor ne jobbra ráncsa a kormány, mert én ott leszek. És a bal lába támaszkodó lábat, ha azt kiütöm, akkor véged. Így van. És hogy emlékszik? Figyelj, mindenre figyelek. Mindenre. Jó van, Attila, hát vigyázzál azért, ne a labdára, az autóra, mert Ferinél nem lehet tudni. Berágott, érted? Kikönyökölt hajtókarral, ott még átmegy rajtad, azért a csúnya világ lesz. Jó, én 10-et a labdára megteszek, vagy hát Attilára, de a labdára akkor ebben a formában. Ezt ne szembefordulsz egy velem? Azonnal elárullak. Abban a pillanatban, ahogy tudlak, hátba szúrlak, persze. Jani,
De nekünk a Ferinek kell szurkolni. Ezt kimondta. Ez így fair, és hát ugyanakkor persze a fair play szabályon nem felel meg, de Attila, ha teheted, addig korcsolyás sokat. Te törd el a lábad, vagy igen, csukd oda, vagy valamit csinálja. Jó, Attila, meglátjuk, jó? 10 a labda, jó. Én ezt mondom. Köszi, csáó, akkor én pénteken. Én köszönöm a bizalmat. Hello. Na csak mondom, 350 lóerő, 3700 köpcent. 3-7-es, igen. Ennyi, gyerekek. Úgy oda fog pirnyákolni ennek a labdának. Figyelj, ha menő vagy, aha, ha igazán menő vagy, berakod egyesbe, csúsztatod kuplunk, nem indulsz el és lefullad. Ha ezt megcsinálod, sírnék, és rúgná a labdát, és ott egy helyre. Elnézést, kinyitom. Jaj, bocsánat. Nem mersz vele lefulladni. Még egyszer, fújtuk vissza. Föl a kuplunk, fölvágod a kuplunk, egyet fullgál, paf, kész, lefullad, vége. Labda már elment, csomagolnak, bontanak, te még indítom. Elnyomtam. Elnézést, indítom. Kifarolt a feneke, nem baj, össze. Na jó, figyelj, tényleg nagyon sajnálok, ez nagyon rossz, nekem 10 a labda. Jó? Valaki tartja 10, Feri? Nem, valamit csinálok, valami kis partizánkodásot kell. Felvágni a labdát. Legalább te legyél már vele. Medicére kicserélni, bezsírozni. Arról beszélek, meg kell valahogy ezt a dolgot így. Ő veled van, ő a labdát akarja megbeszélni. De a 10 játékpénz. Ha te nem teszed meg, akkor én egyedül fogadok, az nem jó. Hát valamit tegyél. Na jó. Akkor legyen 5. 5 a labda, 5 a Feri. Hm? Jó, legyen 5 a Feri. 5 a Feri. Na, 5 a Feri. De nem én adom nektek, csak szólok. Csak mondom, hogy előre kiköhölkedted ezt a kis gubácskát azért. Nem tudja megverni a labdát. Jó, mindegy, Feri, ennyi, 5, jó? Annak a duplája is még csak 10 forint, de... Nem én fogom adni a pénzt, ti egymásnak, valamit, jó? Valamit ki fogunk találni, hogy Feri nyerjen. Na jó, mikor péntek délután? Péntek délután. Hétfő, nem baj, nem megyek ki. Hétfőig izgultok, nem is beengednek be, mert... Azért az mondom, hogy most leadva nem. Figyelj, ott kiabálnék a halló! Feri! Hol vagytok? Hozd már be! Hol vagytok? Feri, gyere, Fradi mezbe. Saját csapat ellen nem játszik. Nem rúg nagyot. Te öltözi Lipcseinek. Egyébként hasonlítottak. Tök jó lenne. Az megtéveszteni? Azt szerintem egy kicsit összezavarná, és hirtelen nem tudná, hogy merre rúgja a labdát. Egyébként ha jó arc, a jobbra alászedett fulgád, és kiütöd a ballába. De ha ennyi. Na jó van. 370Z lesz. 370Z? 370Z. Na most az akkor ez nem ugyanaz. Hát most akkor 370Z, most már azt olvasom. Na jó, az akkor nem ugyanaz, amiről eddig beszéltünk. Miért az jobb? Hát ez egy különböző, Nissan, de ez egy különböző. Tehát más a Zuzmo, meg más a Nismo, meg más meg a GTR, aha, meg más az Z, tehát hogy... Király. Na, figyelj csak, pénteken majd meglátom. Mindegy, valamivel mész is kikapsz. Nem kapok! Igen, ennek mindig szimpatikusak voltak az olyan emberek, akik vesztes ügyek mellé állnak, hajrá! Tök aranyosak vagytok, tényleg. Ilyenkor érzem, hogy egy csapat vagyunk, érted? Tudod, hogy egy csapat vagyunk, ott áruljuk el egymást, ahol tudjuk. Tudod, hogy azonnal, ahogy lehetőség nyílik rá, azonnal eláruljuk egymást. Lovas ram, gépuska fészkek ellen, hajrá! Ne felejtsd el, hogy ma mész értekezletre is. Van miről köpjek a főnöknek? Hát, az igaz. De már az, már minden tud. Gyerekek, mit olvasok én a lapokban? Hát most nézzétek meg, kis témaváltás, cikkeket. Olvasó riporter. Uh-huh. Odalapozok. Aha. Az egyik bulvárlapban. Most bulvárlap, hát kérdés, hát valami igazából. Valamelyik rokon barát köpött. Bocsi a Music FM-en? Tényleg? Olvastátok? Hoppácska, nem. Nem. Ahogy kilépett az ajtón, azonnal telefonálni kezdett. Ön kit hívott? Istenes Bencét? De miért vagytad itt? Mit csinál a Bocsi a Music? Azt olvasó riporter azt írja, hogy az irodaház előtt cigiztünk a kollégákkal, amikor egy jól ismert arc sétált a zebrán, hosszú évekig ébresztett minket, szerettük, stb. Hogy ő onnan jött ki. Azért abban az irodaházban elég sok cég van. Még. Persze. Nem lehet, hogy egy jó reklámszerződés valakivel? Vagy megvette a negyedik emeletet? Szép a kilátás. Igen, egyébként az. Nem, hát azt látom, most nem tudom, hogy igaz, hogy nyilatkozik itt a rádió programigazgatója akkor és az Anikó, hogy töltse be a beüresedett helyet a Gábor. Na, tök jó. Mi sokat beszéltünk erről egyébként, meg hogy drukkolunk, hogy ők visszatérjenek valamilyen formában az éterben. Igen, tehát hol beszéltetek róla? Náluk vagy nálatok? Köztes helyen találkoztunk mindig. Tehát én nem megyek hozzá, ők nem jönnek hozzánk, valahol félúton összefutunk, ott megbeszéljük. Félúton reggel, amikor két autóval találkoztunk, és szóltál neki, hogy állítassa már be a fékszólát, meg kiég a szemed mindig, amikor rád villog. Mindig ráírok, hogy hello szomszéd. És aztán ír, hogy bocs, mert későn reagál, mindig meg is az autóját, ő viszont nem ismeri meg az autómat sokszor, és mindig én voltam az a hülye, aki integet. Mindig csereutóban mész, hiszen a tiéd a szervizben áll, hogy ismerné meg. Hát nem, ez,
egyébként jó hír lenne. Az jó. Na most ott azért van műsorvezető, hogy viszi a brigádot is, vagy azt nem írják, vagy csak ő egyedül? A azt brigád alatt kitértesz a Lajost? A Lajos, persze, meg a Vogát. Hát ők elviekben csinálnak egy ilyen kis közös projektet most. A Lajos meg a Voga? Igen, egy ilyen internetes történetet. Na mit csinálnak? Sakkoznak a szecskába? Én a Lajost imádom. Neki van valami internetes rádió. Ezt akarják csinálni. Kellene gyakorlatilag egy ilyen előfizetős. De ez elindult már? Vagy csak indul? Vagy az egy ilyen előfizetős szóri, igen, amit te mondasz. Igen. Kövezzetek meg, érte nem hallgatom. Leginkább azért, mert itt ülsz a rádióban. Nem. Este van. Ez egy délutáni. Nem, én ezt mondtam egyébként, sokszor mondtam, amikor kérdezik, hogy jó ez így egyébként. Rácsörgünk, megkérdezzük, mert nekem van egy számom hozzá. Ez a legjobb. Van számom hozzá? Van számom hozzá. Szóval, hogy jó lenne, ha ők valamilyen úton, módon visszatérnének. Annak mi nagyon drukkoltunk. Márja, hogy van elmentve a telefonomba? B-nél. Hát Bocsi, Bocskor, Gábor. Gábor, Bocsi. Ezen. Szomszéd. Na várjál, megkérdezzünk? Meg. Csörögünk rá, megtaláltad? Várjál, mert most azt írja, Bocskor, de nincs kontakt. Hát lehet, hogy kitöröltem. Nem, megvan, Bocskor, na. Gabika. Igen. Tényleg. Gabi, hívod nekem, Anna, itt van. Neked is van hozzá számod? Van. De miért van hozzá számod? Nem, múlt héten hívok. Aha. Na, ha ez 10 után gyere át az irodánkba, akkor legyen szíves meg. Na, hát akar de kérdezzük meg, hívjuk föl, mi a helyzet. Az a baj, ez magánszámot jelez ki. Igen. Na. Mert a múlt héten felhívta Annát, mert nem tudott minden anyagot áttolni, mert gond volt a Winchesterrel is, hogy... Tolod át az archívokat? Nem. Na. Na, lehet, hogy írtak neki, hogy mi keresünk. Az, ami magánszámot én sem veszek föl. Fel fogja venni. Magánszámot nem vesz föl, én sem veszem föl. Már írjuk egy SMS-t, hogy én keresem. Hát, hogy csörög rá arról, és akkor bedugod azt a kábelt, akkor tudunk beszélgetni. Uh-huh. Mit ész, jó reggelt, szomszéd? Elvitték-e már a szemetet? Alatt ne legyen. Megint nagy volt az a éjszaka nálatok. Megint elfelejtettem, mikor viszik el a szelektíve. Aha. Te lehet, hogy valami más programja van éppen. Nem, egyik gyerekek, magánszám. Hát magánszámot nem vesz föl senki. Uh-huh. Akkor ne is csörgessük. De kinek a helyére megy? Vagy hova menne? Vagy Istenes most... Bencére. Hát a Bence nincs már. Ő nincs már. Igen. És mert egyébben foglaltsága hivatkozva. Istenes Bence helyére megy Bocskor Gábor? Igen. Mert Bencének sok volt a reggelezés, nem evett elég zabot. Tessék? És nem bírta energiával. Na várjál, írtam neki. Na. Hát csak ráfírtatunk, hogy mi a helyzet, nem? Megkérdez. Hívd a te telefonodról, és dugd rá azt. Várjál, elküldtem ugye neki nem? Meg egy ilyet is, hogy szeretlek. Aha, szeretlek, és ugye nem haragszol, hogy a zöld hulladékot zsákra. Elküldtem, hogy mi keresünk B-smiley-el, és aláírtam, szeretlek. Aki ezek után nem veszi fel. Na most, ha nem veszi fel, komolyan mondom, akkor átmegyek délután. Igen. És mi? Az összes zöld tulajdonos zsákot leteszed a papjuk elé, azt ahogy szoktad. Ő a top osztályi való teszi le az én ajtomnál, úgyhogy mi folyamatosan leteszünk egymás mellé. Na várjál, nem írt. Írt a Sóbi Norbi. Igen? Tök jó. De nem őt hívtuk. De miért van az, hogy bárkinek küldesz a SMS-t, mindig a Norbi ír vissza. És azt mondja, hogy engem hív nyugodtan. Aztán, ha őt nem éritek el, hívjatok engem, írta a Norbi. Nem. Na, próbáld meg még egyszer, Anna, gyere, próbáljuk meg még egyszer, hát ha most már fölveszi a magánszámot. Ha nem, akkor holnap följük, lebeszélem vele délután, Norbi, és holnap följük. André nagyon sajnálta, hogy a múltkor nem jöttél el. Nem, ennél komolyabbat írta, hogy látom. Figyelj, írd meg neki, hogy mi is szeretjük. Három férfi szeretete azért már. Csak elég. Megy már föl. Nem fair, hogy nem veszi föl. Én még azt a cikket is belájkoltam a Várkonyi Andinak a Facebook oldalán. Jó, hát akkor fejjük holnap, nem baj, lebeszélem vele délután, mert szerintem csinál valamit, vagy magánszámot, lehet, hogy nem veszi, hogy hát nem ma volt benn, gyerekek, ez nekem most esik le, hát, ha te mai újságban mennek, hogy tegnap volt benn. Hát ő lehet, hogy édesen, nyálcsorgatva, negédesen, ő még szunyokká.
Hát miért kellene föl fél tízkor? Hát persze. Nem? Hát mert a hasára süt a nap. Hát jó, jó, ha hozzászoktatjuk újra a koránkeréshez. Na. És ha úgy venné fel, hogy morning show, akkor adtunk volna ajándékcsomagot. Egyébként. Na, ha most felvette volna, úgyhogy morning show, akkor most 10 órakor lemondom az összes programot, oda megyek és megpuszolgatom. Én azt mondtam, hogy az utóbbi 10 évben a legkellemesebb élményem lenne. Jó. Jó, följövöm délután is akkor. Jó, nem, holnap megpróbálj. Még egy, 11-kor még itt ülnék, még egy. Bocs, Csami, most már tényleg te jössz? Gyerekek, hát ennek muszáj utána járni, hogy ez most kacsa, nem kacsa, a bulvár írja, hát az még bármi lehet. Lehet, hogy bement, mert nem tudom, ott van valami más a házban, nem? Jó, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival, és kérdezitek ki többen, hogy ki lehet-e menni megnézni Ferit pénteken. Ennek mi utána járunk, ezt nem tudjuk. Ez egy ilyen tesztpályaszerűség, de lehet, hogy oda be lehet menni, vagy be kell regisztrálni. Ezt megkérdezem most, és akkor ezt holnap tudjuk mondani, ha valaki szeretne kimenni oda Ferinek, vagy a labdának trukkolni. Húzzá már, azért, mert te ellenem vagy. És mindenki jönne ilyen labdat. Az biztos, hogy Hajdú Attila labdáját lehet majd látni az M1-esről. Az biztos, igen. Lelövi a Szaturnuszt konkrétan. Úgyhogy ez jó a kérdés, megkérdezzük. Lehet, hogy ki lehet menni. Fél tíz múlt, pontosan 2 perccel. Jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Morning Show. Klassz FM-en. 3:10 lesz, pontosan 7 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt. Balázs, 20 játékpénzt teszek Ferire, tartod? Igali Diana. Köszönöm, Dia. Köszi, ott állsz puskával mögötte. Nagyon jó. Nagyon jó. Engem. Na jól van, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is beszélgettünk ma reggel. Hát úgy néz ki, hogy most már legalábbis úgy tűnik, hogy egyfajta lehetetlen küldetésre vállalkoztunk, de elkezdtük kibontani az ürömi körforgalom ügyét, és egyelőre ugye hát Bodó Tiborhoz, Üröm alpolgármesteréhez jutottunk el, ugye sok-sok ezer hallgatónkat érinti a 10-es úton való bejutás reggel, hazajutás délután, Solymár, Vörösvár, Pilis Csaba, hát tényleg rengetegen mennek arra, dolgoznak, ott laknak. Szeretnénk nekik segíteni, és fölhívtuk, hogy mondjon nekünk valamit, hogy mégis lát-e valamit az asztalán, bármilyen dokumentációt, tervet, tereprendezési rajzot, bármit, amiből kiderülhet az, hogy megépítik-e valamikor ezt a körforgalmat. Ilyet nem látott, viszont levélbontókést, egy tűzőgépet, egy bögrét és egy családi fotót. Igen. Igen. És nagyon kedves ember. Nagyon kedves volt, beszélgetünk vele, kiderült, hogy sok konkrétumot nem tud, viszont átirányított minket máshova, úgyhogy holnap megyünk tovább, és addig megyünk, amíg valaki nekünk konkrétumot nem mond. Vagy mikor, vissza nem érünk az alpolgármester. Vagy vissza nem érünk, igen, Tiborhoz, hogy mikor lesz egy kicsit a hallgatóink élete könnyebb a 10-es úton. Hát elképesztő, hogy emberek tényleg órákat áldogálnak ott, holott azért egy nem annyira nagy beruházásról van szó, mint egy körforgalom. Hát azért ez nem egy autópálya építés. Szerettük volna megtudni, hogy mi a helyzet. Vele beszélgettünk, és tanultunk egy kicsit esperantóul, méghozzá egy olyan családtól, vagy hát pontosabban Edittől, aki ugye esperantó nyelven beszélget a családjával. Gyerekekkel, férjel. Edit. Azért azt mondhatjuk bántás nélkül, hogy ő megszállottja ennek a nyelven. Egy erős küldetéstudattal rendelkezik, igen. És egy ideje már a családtagja is beszélnek ezen a nyelven. Tehát már sokkal görülékenyebb a kommunikáció, mint eleinte az első 4-5 évben. Igen. Edith tanított minket, egy hallgatón küldte el egy levelet, hogy van egy ilyen család, és mi kinyomoztuk, megtaláltuk őket, fölhívtuk Edithet, vele beszélgettünk, és ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Azt írja valaki, Edith tuti SMK-s. Ő nagyon elszánt, nagyon elszánt. Gyerekek, de hát erről szól az élet, valami iránt rajongani az egyik legszebb dolog, nem? Hát ez egy szép hobbi, jó nyelv, hát valamiért ennyire lelkesedni, hát csak irigykedni lehet, nekem kicsit túlzó, de nagyon, nagyon heves férvésség. Én megértem, én is rajongok a hol dolgokért. Hát várom a kérted. Hát igen. Én ezeket mind imádom, szeretem. Igen, Csabi, hello, jó reggelt kívánunk. Mi újság? Most mondom, hogy jó reggel, szevasztok. Új füles, saját dobozból? Ne viccelj, persze. Miért nem kapunk ilyet? Még nem kaptatok? Nem. Ez picit fáj azért, hogy akkurátusan szépen megérkezel, kirakod a kis dobozodat, felhajtod, kiveszed a kis fülesedet, elrakod a másikat, saját füles, vadonát, új csilli-villi. Nem kell egy dobozt megkapod. Megőrülök. Újabb dolog, amit elveszíthetsz majd, Balázs. Én azzal az igen, információval kaptam, hogy az egészségünk megőrzése érdekében, tehát más nem veheti ezt fel az ő saját fejére, mert megfertőzi az én fülemet. Aha. Ez érdekes. Mi meg dögöljünk meg, mi? Hát én nem használom a tiédet, érted? Ja, igaz. Super lux. Sőt, ez van a pirosnak... biztos, hogy nem Balázsé? Kinek a neve van rajta? A sajnos, jó, mondjuk én írtam rá. Jó van. Volt a best of? Aha,
Volt, persze. Ja, volt, jó. Oh, jó. Bocsánat. Ezen nem. Akkor jó hétvégét mindenkinek. Ja? Ja? Szerda van? Bocsánat. Hívjuk a naphallgatóját. Nem tudjátok, szerda van, és ilyenkor már fejben az értekezeten vagyok, hogy... A bűneinket el... Hány bűnötökkel kell, most elszámolom. Morning show. De ügyes! A rutin az idegvér. Ezt nem hiszem el, nem fogjátok elhinni. Ebben a másodpercben fordulok ki az ürömi lámpánál. Komolyan? Halál komolyan. Itt pont most haladok el a lámpán keresztül. De nem eddig álltál ott? Nem, én, de csak azért nem, mert nem Pilisvörösvár felől jöttem, hanem arra felé tartok. Nagyon jó, hogy foglalkoztok vele, mert hosszú évek óta itt a környékbeliek életét megkeseríti, főleg úgy, hogy évek óta nincsen vasúti közlekedés sem, tehát még hatványozottan. Hát igen, ott bejön valameddig a vonat, de aztán ott megáll, nem? Pilisvörösvárig. Azt mondom, hogy Vörösvárig jön a vonat, és akkor utána? Utána végállomás, mindenki autóra. Igen, szépen átülés az autóra. Na ugye beszéltünk a körforgalomról elég sokat, és az arabokról is, és kitaláltuk ugye, vagy hát megfejtettük, hogy néhány helyen hurgad a sármelyek, ott körforgalomra tettek lámpát, egészen érthetetlenül, mert nem megy át rajta villamos, meg semmi. Aztán kiderült, hogy ilyen van Győrben is, meg Szegeden. Te azt írtad nekünk, az ürömi körforgalom sokkal modernebb, mint az araboké. Itt csak lámpa van, körforgalom nincs. Így van. Nagyon, nagyon szerettük, úgyhogy te lettél ezen a nap hallgatója. Nagyon szépen köszönöm, még úgy sem voltam, úgyhogy na. Hát az nagyon jó. Perec, nagyon köszi. Ciao, vigyázz magadra. Sziasztok. Hello. Ciao, ciao. Képzeld el, Csabi, hogy a Balázs is ma tök sportosan jött be reggel. Egyrészt megy délután teniszezni, másrészt pedig futóbiciklivel jött be. Ja, azt láttam ott a kis irodátokban. Aztán valakinek egy futóbringet. Nem, az a gyerekemnek a futóbiciklije konkrétan, csak az automat ma megint kölcsönkérte valaki, és ki kellett belőle pakolnom. És annál a Verdánál még ez is biztosabb, hogy beér vele. És kivettem a gyerek futóbicikliét, meg a teniszcuccomat, hogy áttegyem abba a másik autóba, amit kaptam attól a barátomtól, aki elvitte az én autómat. Ti ezt beveszitek, hogy kölcsönkérte az autóját? Nem, pontosan tudják, hogy szervizben van az autóm, de ebből nem csinálok titkot, csak ezután már kevesebbet bántom az alfásokat. Én nem hiszem el, de nagyon sajnálom, hogy nem láttam a látványt, hogy begurult a hátán a teniszütőkkel a futóbiciklivel reggel. Úgy jöttem reg a portás, az úgy nézett, hogy ez megőrült. Teniszütővel egy gyerek futóbiciklivel reggel 3-4-6-kor megérkeztem. Mindjárt jön a család is, hozzuk az ágyakat. Vagy kiraktak, vagy elköltöztem, vagy nem tudom, igen, költöznöm kell. Itt van benne a cuccam, igen. Hát én szeretek egyik autóba be, másik. Hát most persze, hát megtapasztal az ember olyat is, ami megy. Igazából elmondom, mi az igazság. A szakszervizben nem láttak még ilyen jó autót. És havonta egyszer bekérik, hogy amikor már kicsit elfelejtik, hogy hagyd nézzék meg újra, hogy milyen ez az autó, és akkor odaadom, körbejárják, megnézik, nem nyúlnak hozzá, mert nincs rajta mit szerelni, és aztán visszahozzák. Hát tudom, hát annyira megelőzi a korát ez a gépjármű, mivel Balázs jár, hogy Patakétől a többször jelezte már az eseményt, hogy találkozott vele. Igen. Egy UFO. A gyerekek, hát jó van, hát most egy kicsit nekik is kell tanulmányozni ezt az autót. Persze. Új az autó, új a szerelő, összebarátkoznak, hát most én ebben segítek. Hogy aztán, ha baj lesz, akkor majd ha más hasonló típusú autó bajba kerül, akkor az én autó van, amit megtanulnak, azt nem másra megszerelni. Tehát egyfajta szakmai továbbképzés, amit te finanszírozol. Igen, tulajdonképpen erről van szó. De adtak csereautót, valami rosszat. Nagyon rendesek. Egyébként nagyon korrektek. Nagyon korrektek. Igen. Lassan a nevemre íratom a csereautót, de nagyon rendesek. Csabi, nem megzenéd lesznek? Képzeljétek el, dalpremier, magyarországi dalpremier. Nem mondod. Van ez a James Blunt nevű fickó, aki egy nagyon érdekes emberke. Csak azt mondják, featuring benne van, mert akkor meghallgatom. Nincs featuring benne? Nincs. Ja, James Blunt. Ja, James Blunt. Ő nem használja ezt a featuring nevű emberkét. Nem, már featuring annyi dalban benne vagy, már tök jó előadó. Na, James Blunt azért érdekes, vagy azért is érdekes, hogy annak idején katonai kórházban született, és ez meghatározta az ő jövőjét, mert bevonult katonának, és nagyon-nagyon sokáig szolgált a brit hadseregben, járt Koszovóban is, mint egy 4 évet lehúzott ott, és aztán egyszer csak azt mondta, hogy ő inkább gitáros énekes lesz. Rengeteg balhé, a botránya és még több slágere volt azóta. Jön is nem sokára Magyarországra, itt fog koncertezni, és a legutóbbi lemezének, a Moon Landingnek van egy ilyen bővített változata, ami majd novemberben fog megjelenni, és ezzel lesz egy új dal. Na, ez az új dal, a When I Found Love Again, aminek a magyarországi premiere a következő órában lesz a különbségűen sorban. Szuper! Csavika! Bocs, Csavi, nem figyeltem. Ki jön? James Blunt?
Írjad? James Blunt. Én veled vagyok. Én meghallgatom ezt az Avanci számot, mert én nagyon szeretem. Jó, és ha esetleg lemaradtatok volna, az összes többi info, az ott van a Klassz FM honlapján. Jó, Jan, írd. James. Nem Hetfield Blunt. Bocsánat, nem figyeltem. Mit? Csabi, a kívánság műsorról 555-55-00. Ez a telefonszámait tudok tőle dalt kérni, holnap még innen, ugye, mert csak pénteken vagyunk Sárváron, és péntek délután van a Ferinek a kis versenye. Megkérdezzük, hogy be tudtok-e menni. Jó, és akkor mondjuk az információt holnap. Csabi, a kívánság műsor, mi pedig jövünk holnap. Szevasztok! Sziasztok!